Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Dél-magyarban olvastam, és meg kell, hogy osszam veletek. Uh-huh. Nem tudják merjál. Elkapni. Igen, dél-magyar merjál. A zsombói kaki fantom. Nagyon jó. Hát annyira jó ez a cím, hogy komolyan mondom, nincsen, mert a kezem nem mosolyogna. A zsombói kaki fantom. Annyira jó elnevezés. Nagyon tetszik. Uh-huh. Zsombói kaki fantom. Találjunk valakit, aki zsombolja és hallotta a kaki fantomról. Jó, jó, oké. De okay. Mit csinál a kaki fantom? Innentől kezdve szerintem aha. No man is no man. Tehát benne van a nevében. Jó, hogy akkor várjál, hányszor csinálta. Benne van, a hónapok óta tart ez az ügy. Csak figyelmeztet, vagy támad is? Nem, támad a zsombolja kaki fantom, támad. És hát a dél-magyar is lehoztam. Ugyanis elég sokat tesz azért, hogy ne szeressék az emberek. 12-szer kakilt reggelre a zsombói busz megállóba. És ugye ez azért kemény, mert hogy... Mert hideg van már. Egyrészt hideg van, kettő, hogy a város tehetetlen a garázdával szemben, és most azt akarják, hogy a pályázaton nyert pénzből térfigyelő kamerákat helyezzek el a településen, hogy elkapják a kaki fantomot. Aha. Aki mindig ugyanazt a busz megállót nézi ki, és mindig oda kakil, de nem tudják, hogy ki ő. Tehát ugye van egy sikolyálarcosunk, hol volt a sikolyálarcos? Sárbogárd. Sárbogárd. Így van. És most pedig van egy zsombói kaki fantom. Uh-huh. Zsombói és Sárbogárd bekerült, hogy mennyire van egymástól. Lehet, hogy átjárás van a kettő hát között. Zsombó Szeged mellett van, Sárbogárd az meg nem. Akkor, meg biztos, akkor nem, akkor nincs átjárás a nem, két ember között. Nem, lehet. Ugye az meg mások a módszerek. Igen. És ez a Bábhegyi busz megálló. Bábhegyi? A Bábhegyi busz megálló. Bábhegyi. A zsombói kaki fantom mindig kinézi magának ezt a busz megállót, de nem tudják elkapni. Uh-huh. De miért nem állítanak oda valakit este, aki ott van reggelig, ha mindig nem, reggel megy? Minden este ott álljon valaki őrizze. Most gondold el. És most térfigyelő kamerákat szerelnek, hogy elkapják a kaki fantomot. Megtaláltam egyébként a Google-in ezek a képket. Nem, a kaki nincs ott, de itt ő az ominózus busz megálló. Ez zsombó maga. Nekem is megjött az ihletem. Ugye? Hogy oda, ott van egy kis épület, egy kis bolt. Oda kéne elbújni valakinek. Igen, a mögé. És a mögé. Honnan tudsz kiugrani? Berakni az árvatáblát, és amikor támad a kaki fantom, akkor rárontani, és végre elkapnák, hogy ki. Hát egy ember csak megér, nem? Hogy odaállítják. Valószínűleg a busz megálló izgatja ennyire föl? Vagy az, hogy nyilvános helyen történhet mindez? Nem, szerintem ez egy a helyi volánnak lehet egy üzenet. Én szerintem megbírságolták valamikor. Igen, nem volt nála apró például, vagy ilyesmi, és ezért nem engedték felszállni, nem tudott jegyet váltani. Szerintem valamilyen atrocitás érhette őt a helyi volán buszjáraton. Gyerekek, ha valaki zsombói, hívjon már föl bennünket, vagy írjon SMS-t, csak visszahívjuk. Tényleg, az nem hogy... lehet, hogy egyébként, hogy messzire megy? Messzire megy, és tudja, hogy útközben nem lesz nagyon lehetősége arra, hogy megálljanak és könnyítsen magán. Tehát, hogy egy olyan embert, egy olyan helyi zsombói lakost kellene keresnünk, aki a volánbusszal a legtávolabbi pontot éri el minden nap. És akkor még előtte egy picit. Igen. Nem arról van szó, hogy ő nem bírja ki. Ez amit az előbb mondtál, ez egy bosszú. Nem, ez bosszú. Ez egy bosszú. Tehát itt valamit elkövethettek ellene, és ezért a zsombói kaki fantom így áll bosszút. Ez szimpla bosszúállás, igen. Szatymaz mellett van egyébként zsombó. Igen, tehát a szatymaziak is gyanúsak lehetnek. Illetve hogy a bordányiak. Átjárhatnak zsombóra. Néhány szatymazi. A bordányiak azok sokkal, hogy is mondjam, csak gyanúsabbak, mint a szatymaziak. Nem értem egyébként, hogy nem tudják elkapni. Nem? Tehát tényleg oda kell csak valakit állítani egyszer, amikor jön a fantom. Aha. De várjál, hogy ha valaki beáll a busz megállóba, és nem jön a fantom, akkor meg letámadják, ha meg kell várni a fantomot. Hát szerintem annak azért látható jele van, hogy te kakilsz. Tehát, hogy a buszra való várás... Na de hogy csinálja ő azt meg, hogy nem veszik észre? Hát azért az meló, azért az körülményes. Elkezdett kigombolni, föl kuporodsz, fölhelyezkedsz, nem? Mi van, ha oda viszi a kakit? Hogy oda szállítja? Igen, tehát otthon elintézi, és csak viszi. És csak oda kiborítja? És csak így... Igen. Lejti. Csak így kirázogatja belőle. Nem, azt nézem, hogy zsombót úgy hirdetik a zsombó.hu-n, hogy zsombó, ahova hazaérkezel. Lehet, hogy csak komolyan vette a fantom. Tehát ő... Hol szerezt nyugodtan vécére? Otthon. Menni? Igen, otthon. Otthon. Hol vagyok zsombó? Otthon. Oda ment a busz, megáll... Mi otthon van, érted? Zsombó, ahova hazaérkezel. Hát mire gondol a zsombói kaki fantom?
Hát, hogy itt van vagyok, és abban a pillanatban ingerszerűen. Hát tudod, ismered azt az ingert, hogy befordulsz az utcádba, és ott jut eszedbe. Igen. Már tudod, hogy közeledik az édes otthon. Tehát ez egyfajta tiszteletadás? Ez egyfajta igen. Aha, más virágot visz a főtérre, meg oda szedik a megállóba gyakorlat. Aha, és figyeljetek, miért nem? Tehát a helyi szervek például nem tudják elkapni. Az NCIS zsombó miért nem megy oda? Miért nem vesznek DNS mintát? Miért nem rögzítik a tényállást? Miért nem zárják le a területet? Mert más dolguk van, egy zsombót azért őrizni kell. Éjszakai őrjárat, például kocsmai verekedés, van egy-egy ilyen nagyközségben, van egy csomó minden, amire oda kell figyelni, nem egy kakit. Mennyi idő alatt született meg a kaki fantomság? Tehát, egyelőre szeptember óta 12-szer tisztelte meg a zsombói busz megálló gyerekek. Azért az egy emberes teljesítmény. Hát most november rossz. Van, szeptember óta 12-szer. Mert jogos egyiket a felvetés a felelős, mert egy vagy két odakulázás, azt szerintem az még nem fantomság. De honnan kezdődik? Öttől kezdődik a fantomság? Tudod, hogy írták az újságban? A Dél-Magyarról azt írták. Rettegésben tartja zsombót a kaki fantom. Hát ezt én nagyon szeretem. Tudod, hogy olvasod az újságot, hogy kamatot emele a Fed, meg mi történik itt, meg nem tudom. Zsombói kakifantom. Rettegésben tartja a zsombóiakat a kakifantom. Így van, az amerikai elnökválasztás izgalom, mely eltörpülnek a zsombói események mellett. Igen. Mihez képest az, hogy mit tudom én, az FBI újra nyitotta a Clinton aktáit, érted? Két héttel, vagy egy héttel a választás előtt. Hát semmi. Hát a zsombói kakifantom. A zsombói fantom. A CNN nem tudom. Volt már róla anyag? Micsoda? A CNN nem volt már róla anyag? Egyelőre a BBC forgat, de az ilyen és egy válságstábot készült. Nógrádi megszólalt az ügyben. Igen, biztos, miért? Nógrádi mondta, migráns volt. Csak a migráncsok csinálják. Ezt mondta a Nógrádi. Mi lenne, hogyha kihelyeznének oda egy ilyen mobil WC-t? Hogy hát, ha használja. Hát egy ilyen finom utalásképpen arra, hogy mi lenne, ha. Azt írja, figyeld, a kamerák az elkövető kézre kerítésében segítenek majd, mert hogy ugye hát szereznek kamerákat. Jelentették ki Gyuri Zsolt polgármester. Kérdésünkre elmondta, a környéken már most folyamatos a járőrözés, több gyanúsítottról is tudomásunk van. Aha. Tehát megvan már a gyanúsított, de még nem tudták rajta kapni. De igen. Többen is lekuporodnak ott? Hát többen is szoktak ott kakilni. Már ott. Zsombor. Csináljuk már meg azt, hogy holnap elmész zsombóra reggel, és onnan jön. És oda kuporod. Éjszaka megpróbál oda. Éjszaka! Ahogy a Váci Gergő szokott. Igen. Oda a délvidékről bejelentkezni. De aha. Mi az, hogy több gyanúsított? Tehát gyanús a Marika, gyanús a Petőfi Sándor utcában a Pista, mert ő mindenhova gittel, meg a Józsi bácsi. A Józsi bácsi, mert tegnap is a Delikát ez már panaszkodott, hogy morog a gyomra. Mi az, hogy több gyanúsított? Tehát ezt nem értem. Hát hallották, hogy valaki lehúzza a WC-t. Mitől lesz valaki gyanúsított, hogy olyan ravaszan jár, vagy mindig ott van a busz megálló környékén? Hát ennek a Lajosnak a szeme se áll jól. A házi orvosnál kell kezdeni. Van, aki panaszkodik, hogy jaj, doktor úr, megy Isten a hasab, nagyon. Puff, rajtam bilincs. Van a szifra. Igen, hát zsombó egyébként kicsit, tehát ez ott valószínűleg szájról szárja terjed. Hát biztos vagyok benne, hogy itt is azért valamilyen formában tényleg csapdát kellene állítani. Tehát szerintem a kamerarendszer az a baj a kamerarendszerrel, hogy onnantól kezdve ez lehet, hogy elrettentő. Itt egyetlen dolog van, ami segített, az pedig a tettenérés. Igen, csak én azon gondolkozom, hogy Sárbogárdnál is ugye nagyon fura, mert ott is volt valami közbeszerzés, hogy kamerák legyenek, meg nem tudom, meg ugye itt is. Tehát itt nem lehet tényleg, hogy a hivatalban kitalálják ezt, és azt mondják, hogy mivel tudnánk felgyorsítani ezt a tendert, meg a pénzt, meg a közbeszerzést, megbízzák Marikát a hivatalban, vagy a polgi ki felbérel valakit, és igazából egy biztosítási csalás, egy önbetörés, egy önkakilás zajlik, tehát nincs valójában fantom, hanem a hivatalból kakil valaki, hogy ezzel gyorsítsa a kamerák beszerzését, tehát egyfajta csalás látunk fel a jegyzőt. És a hivatal benne van. A zsombóiak akarják a kamerát, várj. Gyorsabban meg tudják igényelni, és megkapják. De közben beépített ember kakil oda. Ne használj erős kifejezéseket. Ez nem biztosítási csalás, ez csak egy felhívás keringőre. Tehát csak fel kell jelezni, hogy már ideje lenne csatornázni. ezek a ház mögötti ülepítők, latrinák, meg pöcegödrök, ezek már a múltnak a nyomai. Most már jó lenne csatornázás, vagy jó lenne, ha lenne kamera. Mit csinálsz?
Kaki fantomként rettegésben tartod a zsombolyjakat, erről már mi is beszélünk, előbb megkapják a kamerára pénzt, föl lehet szerelni. De van hát a kamera lobby kakiloda. Így van. Van egy jó szándékú újságíró a Dél-Magyarnál, akit felhívnak. Ízéke hallod, van egy akkor azt nem fogod elhívni. A zsombolyi kaki fantom. A megint lecsapott. Mi történik? Önbetörés. Igazából a saját emberük kakiloda. Önbeszarás. A saját emberük. Figyelj. A saját emberük kakiloda. Igen, mert alapvetően, tehát hogyha egy ténylegesen egy bűncselekményről, illetve egy szabálysértésről, nem is tudom, minek számít egyébként kötelező. Csak el lehetne kapni szeptember már óta. Hát nem áll. Az mi? Van egy ilyen, hát, az egy szabálysértés? Gondolom, vagy? Azért nem szerencsés, na, igen, nem tudom, mi a tényállás jelenleg. Ugyanakkor képzeljétek el, hogy milyen helyzetben vannak. Onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy a kaki fantom garázdálkodik, én mindenki, Bábahegy, hogy mondják, Bábahegyi megálló. Bábahegyi. Na, a Bábahegyi megállóban, onnantól kezdve itt senki semmiért már nem hajol le. Képzeljétek el, mert hogy bármi, valaki oda megy, hogy hívják, mit tudom én, Margitka néni, és lejti a kulcsomóját, vagy lejti a ritikuljét, vagy a zsebkét, nem mer lehajolni, nehogy tetten érjék. Nehogy ő legyen, nehogy ez legyen, mert legugol valami, abban a pillanatban hatan ugranak rá. Meghajolj! Azt kell megcsinálni, hogy a házi orvos mindenkinek ad hashajtót. Igen. És megnézi, hogy kirohan a busz megálló felé. Miért ez már most már beépül neked, hogy csak oda tudsz menni? Nem, mert akkor a kaki fantom ugye nem hazaindul, hanem a busz megálló. Ez olyan, mint a házi kedvenceknél a macskalom, hogy csak ott tud. Igen, tehát a kaki fantom valószínűleg rászokott már a busz megállóra. Aha. A zsombóiak mindenki kap az italában hashajtót, és aki a busz megállóba igyekszik és hirtelen az övéhez nyúl, ő a kaki fantom. És megvan. Aha. Érted? Tehát be kell őket fosatni. Ja, és aki a busz megállóba megy. Zseniális. Mit csinál itt Marika? Nem is itt lakik. Semmit. Marika, a kakifantom. Aha. Már meg is van. Érted? Ki kell csalni a méze, a mackót az oduból. A mackót az oduból. Lépre kell csalni a macit. Ez a lényeg. Be kell őket hasajtózni. Én szerintem itt önkakilás. Aha. Ez önkakilás. Ez az önkakilás tipikus esete. Tehát a zsombolyi kakifantom számára a Bábahegyi megálló murvája az ugyanaz, mint a házi kedvenceknek a macskalom. Igen. Tehát ő oda kaparja el a kut. Igen, honnan tudják, hogy nem egy nagy testű kutya? Most csak kérdezem. Jött valaki az NCS-től, és azt mondta, hogy megvizsgáltuk emberi? Van mellette papír, mondjuk. Nem? Hát miért egy intelligensebb kutya, ha elleste a gazdájától, érted? De honnan tudják tényleg? Honnan tudják? Hát ez mi mondod? Alakja, formája? Megvizsgálták? Kiment az ANT, ez a kölyál? Honnan találtak mellett egy fél oldal délmagyar. Igen, már egy erőteljesen használt. Igen, szeptemberben még talán egy népszabit is. Nem, ez fura, én nem ismerném meg, vagy én nem mondom meg. Mi van, egy intelligens dándog mindig fölkoporodik a busz megállónak az ülésére, érted? Mert ő ott szeret. Hát. És egy ilyen ember méretet, hogy ki oda gittel. Egy pufajka belsőt. De busz megálló nincs is, két pad van. Csak. Tehát, hogy még azt sincs, hogy egy picit ilyen zárt helyen, tudod, régen voltak ezek a ilyen hullámpalával borított. Igen. Busz megállok, oda bekuszorodsz a sarokba, de ilyen nincs, itt nincs semmit, két árva pad van a téren. Hát, bátor az illető. Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Ha van hír a zsombolyi kakifantomról, írjátok meg nekünk. Jó, ha elkapták, drága zsombolyiak. Jó? Mert egyelőre mondom, most már újságok boncolgatják, de nincs megoldás. Össze kellene gyűjteni egyébként az összes ilyen megoldatlan ügyet, és csinálni belőle egy tévésorozatot, mint olyan K-akták címmel. Igen, a zsombolyi kakifantom, a sárbogárdi rém. Ők jól lehet. A kakifantommal indulnék egyébként. Az első. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Nagyon érdekes témához készültünk, ezt még nem csináltuk meg eddig, de számítunk sok szórakozató SMS-re és hozzászólásra. Ugyanis egy brit családanya 14 babysittert fogyasztott el, és egy magyar fiú is volt az utolsó között, akit elküldött. A nő szerint mindenkiben volt hiba, de persze a babysitterek máshogy emlékeznek erre, és megkérte egyébként ez a nő, aki elküldött 14 babysittert, hogy mondják el a babysitterek, hogy mi volt vele a baj. És mind a 14 babysitter, akiket kirúgott, azok hát nyilatkoznak arról, hogy mi volt ezzel az angol nővel a baj, aki egyébként egy 4 gyermekes anyuka volt, és hát vette a bátorságot 14 kirúgás után, hogy megkérdezze az eddig neki dolgozó babysittereket, hogy mit gondolnak róla. És hát elkezdődött a babysitterek panasz áradata a mindennapi házi munkával kapcsolatban, a gyermekvigyázás mellett, és hát szenzációs dolgokat írnak a babysitterek. És arra gondoltunk, hogy ugye azért ez itthon is létezik és működő intézmény maga a babysitterkedés, nagyon sokan használnak babysittert, vagy tehetik azt meg, hogy áthívnak valakit, vigyázzak a gyerekekre, és úgy próbálnak egy kicsit elszökni. Hogy írjanak nekünk olyan gyermekekre vigyázók, akik
a házi asszony vagy a házigazda különleges kívánságával találták szemben magukat úgy, hogy számukra is értelmezhetetlen volt ez a dolog, vagyis hosszú évekig dolgoztak valahol, de közben a szülőknek olyan kívánságai voltak, amiket nem nagyon tudtak hova tenni. Hát gondolom rengeteg ilyen fia, van. Hogy mit, hogy kell csinálni? Az benne van a babysitteri pénzbe. Tehát hát, azt mondod, hogy vigyázni kell az én két gyerekemre, de ha már itt vagy, kedves, mi elmegyünk moziba, anyával mosogass már el. Az nem a takarító nő már. De most kategória. Egyébként már gyerekek alszanak. Lehet, hogy nem gyerek fér bele. Ah, ja, de és ha már ott van, a függönyöket is mossak. De igen, hát ez megegyezés szerint van szerintem. Attól függ, miben van ha benne a babysitter. Ha előre megdumálod, igen, akkor oké. Okay. Na, csak hogy egy-két babysitteri hozzászólás, csak hogy mit csinált ez a családanya. Például az egyik babysitter azt kifogásolta, hogy nagyon fura volt nekem, amikor ő belépett, hogy elmenjen ehhez a nőhöz és vigyázzon a négy gyermekére, akkor a nő és az ő férje vízipisztolyjal fogadták. És hogy belépett a lakásba, lelőtték vízipisztolyjal, de a vízipisztolyban nem víz volt, hanem a saját pisiük. Ja, és, ja, jó, és azzal lövöldöztek a gyerekekre, meg a babysitterre, meg egymásra. Tehát ő egy ilyen vízipisztoly csatába érkezett meg éppen. Pisi. A gyerekek csata. Általában... Család. Gyerekek általában mesztelenül rohangáltak otthon. A gyerekek vízipisztolyával lövöldöztek egyébként a felnőttek. Nem kellett fölöltözni, nem volt kitakarítva, belefulladtak a szennyes ruhába, és a nő mondta nekik, hogy ha jól esik, akkor egyébként kitakaríthat, kivasalhat. Ha jól esik. És vigyázhat az ő neveletlen gyermekeire. Majd azt mondta, hogy kap ingyen angol órát, kaját, szállást, mi kell még, kérdezte ezt egyébként a háziasszony. Kevesebb pisi. Hát most azért bele kell, hogy férjen egy kis pisi lövöldözés, ingyen angol. A másik babysitter azt mondta, hogy egyedül hagyta a 3 hónapos és a 2 éves gyermekét egy 18 éves lányjal, ami azért gyerekek, hát azért megoldja egy 18 éves lány gyermeke, majd elment a férjével síelni. Elment a férjével síelni. Elment egy hétre síelni, úgy, hogy ott hagyta a 2 hónapos gyereket, és a 2 éves gyereket a 18 éves lányjal, aki nyilván pacsizott, fiúk jöttek föl hozzá, hát kevésbé tudott foglalkozni a 2 hónapos gyerekkel, akivel azért úgy elég sokat kell foglalkozni. Igen, és már 2 nap után kezdte kellemetlen érezni magát, mert nem mondták még, hogy egy hétre mennek. Volt egy másik babysitter, aki csinos volt, és ez a Sona nevezetű nő nagyon féltékeny volt rá, és megfogadta, hogy soha nem fog nála magánál csinosabb babysittert alkalmazni. A gyerekek uraltak mindent, almacsutkával dobálóztak, és hát ez nagyon-nagyon szerették, mondom, mikor vízipisztolyjal megtöltötték pisivel, és egymással lövöldözhettek. És ebben néha szülők is beszéltek. Na, most őszintén nálatok, mennyire kizárók, így mind a kettőtöknek szól a kérdés, természetesen mennyire kizárók az, hogyha ha a csinos fiatal babysitter lány érkezik. Semennyire. Nálam semennyire, a feleségem ja. Nálam miért lenne kizárók? Hát azt mondanám, gyere be. Nincs vele baj, csak szerintem lenne belőle nézetek. Bátos volt, hogy a Viki véletlenül rácsukta a garázs ajtót. Igen, a nyakára. Igen. Nálunk több fiatal babysitter is nyomtalanul eltűnt. Csak a rendőrség jött mindig kérdezősködni. Igen, de és nagyon fura, hogy a hátsó tuják sokkal jobban zöldellek, és mindig fel van körülöttök ásva a föld. Nekünk csinos volt a Fálmi, aki járt hozzánk, amikor még kicsik voltak a srácok, és akkor négy elmentünk moziba. Igyekeztem is hamarabb hazaérni. Igen. Valamit ott felejtettem. Is. Jaj, visszaszaladok, drágám. Mondjuk fura a nő egyébként, nem ez a Siona vagy Sona, aki felvesz egy egyébként táncos nőt babysitternek, hát majd féltékeny lesz rá. Na. Tehát azért ez egy elég fura, laza erkölcs azért. Siona, te vagy a hibás. Igen. Igen. Már meg azért nézel ki, hogy rohadj meg. Igen. Azért azt nem láttam én sem nagyon, hogy Viki mondjuk nem tudom, keresett ilyen topless táncosok között babysitter, tehát azért úgy nem jellemző, hogy ott keresel. Meguntad az éjszakai életed, drágám. Igen, gyere akarsz hozzá. Gyerekre vigyázni, igen, unod az éjszakázás, gyere akkor vigyázz gyerekünkre. Már volt olyan, akit ő talált, gogó táncos volt és szabad idejében babysitterkedett. Az jól hangzik. Hogy volt ilyen. Gogó táncos és szabad idejében babysitter. Én azon aztán csaptam, mondom, megvan! Így van. Aztán nem lett belőle semmi. Egy esély mindenkinek jár! Lehet még attól rendes. Igen. De ilyen hirdetés most is találsz az interneten. Tehát gogó táncos, aki másodállásban egyébként ez kiegészítő állásban babysitter. Uh-huh. Napa kicsit, este meg aztán megy segedre. Hát nem akárnád, hogy egy ilyen ember vigyázzon a gyereket. Mi ezzel a baj? Főállandó, hogy babysitter? Nem, a szórakoztató iparban dolgozok konkrétan. Hát Rani vagyok a Moulin Rouge-ban. Annyi mindenre meg tudnád tanítani a gyereket. Na, drága babysitterek, drága hallgatóink, akik
voltatok már különböző családoknál, vagy vigyáztatok gyerekre, vagy vállaltatok babysitteri munkát, írjátok meg nekünk, hogy miből volt a gubanc, mit várt el tőletek a szülő, ki kezdette veletek az apuka, féltékenykedette az anyuka, volt-e lehetőségetek, amikor a gyerek üveggolyót dugott az orrába, kivenni belőle, vagy hagyni kellett, és mert azt mondta az anyuka, hogy nem szólhatsz rá az én gyerekemre, ilyen is van, hogy a babysitter nem nevelhet. Vagy a ti orratokba dugott üveggolyót, és az anyuka kezdett ki veletek. Igen, tessék, most találtam. Babysittert keresünk nyári nudista nyaralásainkra három kisgyerek mellé. Júniusban 2 hét a horvát tengerparton. Jani, van állásod. Az nem rossz. Nem vész, pejtszál, pöcsbe. Nem rossz. Terelgeted ott a gyerekeket. Gyerekek. Jobb kezem, bal kezem, te meg amit találsz. Hogy kapasz közöttről, Jani bácsi? Jancsi bácsi, én megfoghatom. Persze. És átmenjünk az ebrám, tessék megkapaszkodni. Ne fickáldoz, ne mozog. Már csak hol lesz belőle. Babysittert keresünk nyári nudista nyaralásainkra. Most gondold el. Beteg állat. Szerintem nagyon jó. Megvan. Hogy? Nekem ez tetszene. Lehet, hogy elmegyek. Apás babysitter. Van ilyen, hogy apukák mennek babysitternek? Persze, simán vállalhatod. Persze. Ez menő egyébként. Két gyerek plusz a fedeles kosár. Érted? Mindent viszek. Na, drága babysittereink, írjatok nekünk, jó? Hogy mi történt veletek, miért volt furcsa az anyuka, apuka, mit vártál, mit kellett csinálni, ki volt a legőrültebb család, ahova betoppantatok gyereket vigyázni. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Itt vagyunk. Itt vagyunk, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Jaj, faragtatok tököt? Hogy ne faragtunk volna, de én inkább faragtatni szeretek. Én is szeretek az tököt igazi. Faragtatni. Kínom a néha faragok én is. Mikor összekulcsolod a tartozat a kezelet. Így van. Faragják. Faragjál. Ég csak az a kis teamécses. Ég az a kis teamécses ott benne, a kis lángszemed. Hadsz vagy kapsz. Adok is, kapok is. Kint vagy benne. Szóval olyan edes volt, hogy Gyula hozott nekem dekopérfűrészt, amit aztán persze nem vittem haza. Semmi értem, nem volt, hogy behoztad, de tök helyes volt. Ez azért jó egyébként, mert így ünnepek után meg tudom venni féláron majd azt a rohadt nagy tököt, amit a Laci vett, sőt, szerintem odaadja majd ingyen is. Ugye, Laci, most hallasz? Persze, majd én elviszem. A Laci hozott át tököt? Igen. Nem. De? Dehogy is, nem én hozottam. Azt a Laci vette. De nem én hozattam, hát a Laci vette a műsorban, hogy majd a műsorban faragunk tököt. Igen. Laci, nem a cselédem. Nem, dehogy nem. Te ja, kicsit. Nem, persze nem. Szóval nem, behozta, hoztam hogy faragjuk magától ki, aztán te elmentél, mi pénteken retroztunk, nem faragtunk, és akkor itt maradt. Igen. Hogy is mondjam csak, hogy néha a Laci lelkesedésének te vagy a hullámtörője. Laci, láttam egyet, hogy Laci lelkes. Önmagában ez nem létező. Igen, ez egy paradoxon. Nem, egyszer volt egy témánk 3 éve, azt hiszem, akkor az tetszett neki. Igen, de aztán az nem került adásba. Nem, de akkor egy kicsit lelkes. De most megvette a legnagyobb tököt, amit talált a piacon. Tehát egy akkora tököt vett, hogy komolyan egy ilyen hintót lehetne belőle a fölé, 4 kerékére, rá meg elé pillangók, és már meg is lennénk. Mi volt ez a rettenetesen depresszió zene? Nem volt ez depressziós, és nem volt rettenetes annak idején 30 évvel ezelőtt, amikor megjelent, mert hogy ez a Notorious című Durán-Durán szám volt. Azt így vágod? Idén 30 éves, igen, az album. Nem volt rossz album. Na. Jó kis popzenekar volt. Illetve még az is, most is. Nézzük akkor gyorsan, mit írnak a hallgatóink, hogy arról beszélgettünk, hogy egy brit családanya 14 babysittert fogyasztott el, és egy magyar fiú is volt egyébként az utolsó elküldöttek között. És hát Sona szerint mindenkinek volt hibája, a babysitterek nyilván máshogy emlékeznek, és Sona megkérdezte a babysittereket, hogy mondják el nyugodtan őszintén, hogy mi volt a baj vele, és mindenki leírta. És aztán arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk szintén, elsősorban nyilván azok, akik dolgoztak babysitterként, hogy mi volt a furcsa a családban, ahol voltak, mit kért tőlük apuka, anyuka, mit kellett csinálni, hogy lehetett nevelni a gyermeket, mit lehetett vele és mit nem. Hát, aki babysitterkedett, azt tudja, azért az nem egy egyszerű. Nem. Foglalatosság. Más gyerekét nevelni, tekintélyt kivívni, jóba lenni a szülőkkel, megfelelni. Szóval az nem egy egyszerű munka szerintem. San Franciscóban babysitteltem, kérdeztem egyikest az apukát, hogy van-e Wi-Fi-jük Nintendo, van-e Wii-jük. Ja igen, ez a Nintendo. Ugye, az is igen. Wii. Meglepett arccal elkezdett a konyhában turkálni, és elővett egy dobozkát tele fűvel. Tehát volt. Igen, ő azt érdett, hogy víd, ugye? Víd, igen, az a fű. Víd. Hát milyen menő, hogy apuká elővett a vídet. Ugye egy kis víd, de mindjárt. Meg lesz. Nagyon jó. Igen. Itt van. Nézd csak. Hú, egy Super Mario kedvencem. Igen. Na, ez egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok.
Hello, ciao, hogy hívnak? Timi. Timi vagyok. Timi, Írországból most, vagy Írországban dolgoztál? Írországban dolgoztam. Dolgoztál, aha. Na, babysitterként? Hát ott ópernek hívták hivatalosan, de igen. Hát az óper az, aki azt különbözheti meg a babysittertől, hogy az házi munkát is vállal, nem? Hát igen, de ez úgy működik, hogy ott lesz az ember a családnál, de hivatalosan a gyereknek a dolgait kéne takarítani maximum, de én nekem a szülők fürdőszobájával is nekem kell foglalkoznom. Aha. Ez megállapodás része volt, vagy elkezdtél dolgozni, és aztán minden nap hozzátettek valamit a feladathoz? Nem, én egész konkrétan kikerültem Írországba, és akkor így az első napon anyuka a kezembe adott egy ilyen heti rendet, ahol le volt írva, hogy hétfőn fürdőszobát kezden, ágynemű húzás, mit tudom, és itt szépen le volt vezetve, hogy melyik napokon nekem milyen szinteket és mit hogy kell takarítanom. Uh-huh. De is csináltad lelkesen, gondolom, az elején. Hát a lelkesedés az egy kicsit túlzás, mert én is így furcsának találtam, meg ráadásul nagyon furcsa zuhanykabinjuk volt. És én meg is kérdeztem tőle, hogy hát ne arra gondolj, de ezt mégis hogy tudom takarítani, és azt mondta, hogy fogalma nincs, mert ezt mindig az óperek szokták csinálni. Még életében a zuhanykabinját nem takarította ki. Na, de aztán belementél, elkezdtél náluk dolgozni? Igen, én náluk dolgoztam, hát nem volt túl sok lehetőségem, mivel kimentem, senkit nem ismertem, és megtakarított pénzből mentem ki, hogy nyelvtanulás, meg kis pénzkeresés, úgyhogy... Ott azt hiszem hetente fizetnek, vagy két hetente, nem? Heti fizetés. Heti fizetés, hogy mennyit kerestél? Heti 90 eurót. Heti 90 euró, hát az nem sok, hát az nem sok, az ugye maximum egy 30 ezer forint durván, az 120 ezer forint havonta, tehát az nem sok, és három gyerekre kellett vigyázni. Igen, és anyuka néha egy cipőre annyit költött, mint az én egy havi fizetésem. Hát igen, hát nyilván, ha megteheti, igen. Na, de miért kell elvállalnod, ha már az elején se tetszett? Mert hogy nem volt más, azt mondod? Igen, hát nem ismertem senkit, itthon egy babysitteres oldalon találtam erre a családra, úgy volt a levelezés, találkoztam is velük, és amikor kimentem Írországba, akkor szembesültem a dolgokkal, és akkor így kiderült, hogy azok a napok meg az órák sem úgy vannak, hogy kb. Reggel 7-től este 7-ig én szolgálatban voltam. Aha, és anyu mit csinált még? Imádott vásárolni? Igen, hát ő nem dolgozott, nagyon szeretett vásárolni. Hétvégente is nagyon szerették lepasztolni a gyerekeket, ha én otthon voltam, úgyhogy volt, hogy csak azért léptem ki a lakásból, hogy ne legyek otthon, mert akkor biztos megnyerem őket. Úgyhogy igen, egy kicsit. És ki kezdett a pároddal? Hát ez úgy volt, hogy én már végeztem a családnál, mert úgy leszállt az egy évem, és én akkor már rendes munkát vállaltam ott kint, és az akkori párom, akivel együtt éltem, anyuka ugye hát jobban volt velünk, és átjárogatott, és egy kávémárkának a nagy kedvelője, és amikor én délután vagy este hazamentem, akkor azt láttam, hogy ott volt az a bizonyos eldobható papírpohár, és így megkérdeztem, hogy ő itt volt, és mondta, hogy igen, itt volt, mert meglátogattam, hogy eltölt a lába, és akkor egyszer csak a családban minden pillanatban megszakadt minden kapcsolat, letiltottak minden fórumról, Facebookról, mindenről, és aztán kiderült, hogy ezért, mert hogy anyuka a hátam mögött az így összetűrte a levet az úriemberrel. Ó, tehát a te pasiddal anyuka összejött. Igen. Aha, gondolom szakítottatok. Persze. Igen, persze. De mondjuk ez már az úriember kifejezésből mi is erre. Igen, de már ez az előtt történt a szakítás, hogy ez kiderült volna. Aha. Na jó, hát akkor te egy ilyen klasszik sértett babysitter vagy, nem? Nem, egyébként egyáltalán nem. Nagyon tanulságos volt, az a pasi sem érte egy fabatkát sem, úgyhogy nem vesztettem vele semmit. Jó, mondjuk az nem, azért az kemény, hogy a mama lenyúlja a pasire. Nekem inkább azt fájt, hogy megszakadt a kapcsolat, mert a gyerekekhez viszonták, hogy egy év, az mégiscsak egy év, és kötöttem hozzájuk, és akkor így megszakadt minden. Aha. Egy nemes bosszú se volt a zuhanyzott álcába? Nem. Nem voltál? Semmi. Nem voltál olyan, mint a Zsombói Kaki Fantom? Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, ciao. Szia. Hello. Hello. Babysitter voltam, én 40-es nőnél két éves gyerekre vigyáztam. Mánia a tetoválás és a piercing volt. Mindig meg kellett dicsérnem, mikor egy újat varratott magára, vagy új piercinget tetetett föl. Egyszer mondja, hogy megnézném az új piercingét. Mondom, persze. Egyszer csak kijön a szobából pucéran, hát milyen, na, hogy kisajak piercing volt. Gyere, drágám, mutatom. Azt a mindenit. Ezt figyeld. És lemegy spárgába. Tök jó volt. Hát tök... Meg kellett nézni az új piercinget. Hát nincs ezzel. Nincs ezzel baj. De Lajos, Tami, nagyon tart ránk, csak meg egy ez, nánki nem húzod innen, olyan feces. San Franciscóban babysitteltem, ja igen, Hollandiában vigyáztam gyerekekre belga családdal, egy hét múlva el kellett menekülnöm, papa, mama Interpolnál dolgozott. Bezárták előttem az ajtót, megfenyegettek valamiért, hogy börtönbe zárnak.
Atya úristen. Ausztráliáig mentem babysitterkedni, a szülők mikor randira mentek és a gyerekek aludtak, akkor azt mondták, hogy mivel alszanak, ezért nem jár az órabér, mert hogy nekem nem kell semmit csinálni. Az hát menő, hát te ott közben olvasgatsz, tévét nézel, igaza van, te is szórakozol. Igen. Londonban dolgoztam, mondom az anyának, a gyerek nem akar fürdeni, azt mondta, nem baj, a lényeg, hogy boldog legyen, a kisfiú két hétig nem fürdött. De nagyon tök boldog menő, volt. Tök menő gyereknevelés, nem akar fürdeni, nem baj, legyen boldog. De drága anyuk, a két és fél hete nem nagyon fürdött. Boldog a kisbüdös. Igen. Aztán sírt nekem, hogy rohad a bőre, pedig csak koszos volt egész egyszerűen. Rohad. Hát és két hétig nem fürdik, hát legyen boldog az a gyerek, na. Hát de fürigért a szája. Hát de most nézve. Hát most a vecekedbe beimádkozod a kádba, vagy nem fürdik, de boldog. Nem? Igen, ma is büdi nap, végre. Nincs ezzel. A kis pikás. Igen. Ja, Istenem, az egyik barátom Ausztriában babysitterkedett, körülbelül fél éve dolgozik ott, és nemrég írt, hogy mekkora élményben volt része a család, ahol van állatokkal is foglalkozik, és az egyik tején terhes volt, eljött az idő, és a tején szülni kezdett, nem volt otthon a férfi ember, csak a család, anya, a gyerekek és a barátom, az anyuka mondta az ismerősömnek, hogy segítsen neki, és a tehénnek a szülésben, így végül ketten hozták világra a kis bocot, küldte nekünk Bálint. Milyen komplex feladat. Mihez értesz? Azért az, amikor babysitter kérdezte, csak ott vagy egy ilyen tehén születésénél, és húzott ki a kis borjút. Tedd a kis Joachimot, most más dolgot. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Megjött hozzánk Gábor, és úgy néz ki, hogy hát ebben a formában legalábbis utoljára Gábor. Hello! Szia! Jó reggelt! Várjál, beadunk. Itt vagyunk. Hello, Gabci. Sziasztok. Úgy látom, a cékla léfele már el is fogyott. Azt hagyjam. De... lecsapott. Egy szeletet adjál már abból a műparizerből. Igyekeztem mindenkinek stílszerű ajándékot venni az utolsó alkalommal, egy ilyen búcsú ajándékot. Na miket hoztál? Vezest fel akkor. És megfogja kézzel. Ferinek egy vegetáriánus, hát egy ilyen húspótlót, ami lehet, hogy kiakasztja. Hát nem lesz hús íze, de hasonló. Na, de erről akarok kérdezni valamit. A szendvics feltétnek jó volt. Szendvics feltét. Ez azt hiszem nem szója, hanem tojás alapú, ugye kétféle növényi felvágott van, az egyik a szója alapú, sokan nem kultiválják, és van a tojás fehérje alapú, most ez terjed. Egy picit fűrészporosabb íze van. Nem rossz nem egyébként. Mondasz ilyeneket, hogy fűrészporos íze van, már te is egyébként így, úgy érzem, hogy a Feri kezd bedarálni. Bedarálni. Fűrészporos íze van. Dicsér. És mindenkinek hoztál ajcsit, mert hogy az utolsó egy adás. Májkrémet, májkrémet hoztam még Ferinek. Erre tudod, mit mondod, Jani, kire bonzsit, elviszem. Na! Jani azt hozta, mivel van egy olyan mondás, hogy a természetben nincsenek cukrászdák, ezért hoztam természetes édesítő anyagot. A de sokat mondta ezt édesanyám gyerekkoromban. Természetben nincsenek cukrászdák. Van egy ilyen mondás. Egy zacskó stíviát. Nekem és apám mindig mondta, így nyomorra ne igyál meg ilyeneket, és ez meg is jegyezte. És Szibériából kaptam világport. De mi azt honnan tudod, hogy Szibériából? Ezt onnan hozta egy mert látja, barátom, hogy szibériai méhek hordták össze. Ja, igen. Ez a világport, ez hogy kellene egy kanállal, csak úgy minden nap? Van, ez beoldódik a szájban, illetve hát ételekbe is, csak ne főzzük, ne süssük. Karotinban gazdag, vitaminban gazdag reggelente. Hát ilyenkor már elkezdjük, tehát egészen novembertől februárig virágporokat szoktunk enni. Nagyon jó immunerősítő, ugye? Immunerősítő, és hát aki pollenérzéket vigyázni kell, bár egyes szakirodalmak szerint pontosan segíti. Most miért mondtad? Pontosan segíti, hogy esetleg a jövő nyárra egy picit a szervezet immunizálódik. Balázsnak pedig hoztam ilyen mindenmentes... Balázsnak pedig hoztam egy kiló aranyat. Hogyha legközelebb lesz való a rádió műsor, akkor jöhessek. Mit hoztál? Az arany az nem egészséges ilyen szempontból, hanem a mindenmentes pudingpor, gluténmentes pudingport hoztam. Ó, már. És céklalevet. Ú, hát a céklalevet már rá is vettem. Már főzés meg. Imádom. Én szeretem, mert jók ezek a pudingporok, nem, néha szoktunk csinálni. Nagy bűn? Nem nagy bűn, nem? Szerintem nem. A pudingok egyébként estére, hogyha mondjuk mi már nem tehén tejjel készítjük, hanem kukusztejjel, rizstejjel, akkor abszolút jó. Hát egy nem lesz olyan sűrű. Nincs túl sok kalória. Igen, nem lesz olyan sűrű, de krémszerű lesz az állaga ugyanúgy. Tehát este lehet egy pudingot, meg egy növényi alapú pudingot, nem látok benne problémát, mert összesen 100 kalória van benne. Nem egy hízlaló dolog a puding, főleg, hogyha mondjuk nem cukorral készítjük. Mi az? Dr. Négyker.
18-2. Még ilyenkor is vannak életmód táborok. Múlt héten voltam Balaton. Már nagyon fáznak a gyerek. Csak már a számháború nem annyira izgi, mert mindenki meghagy. 6822. És képzeljétek el, hogy tehát azt szeretném üzenni igazából nektek meg a kedves hallgatóinknak, akik ugye 3 éven keresztül ezt a rovatot hallgatták, hogy az, aki egészségesen kezd el táplálkozni, az nem kerülheti el azt, hogy egészségesebb is lesz. A táborban ugyanis néhány nap után egy idősebb férfi, aki vérnyomás csökkentőt szedett, néhány napos étkezés, légzés, terápia, masszázs és egyéb ilyen terápiák után... Elhálozott. Átballagott az örök vadászmezőkbe. Letett a vérnyomás csökkentőjét, és aznap este sztrókot kapott. Nem volt jó ötlet. Átvetik a csővázas hátizsákját. Képzeljétek el, hogy a kempik portáját. Megint vicceltek. Három keresztül csak vicceltek, és a kedves hallgatók pedig nem fogják meghalni a fontos információt. A fontos információ pedig szerintem most az, hogy a kedves férfinek csökkent a vérnyomása, szedte a gyógyszert, tehát nem hagyhatja el ilyenkor, ugye azt, hogy mondtátok is, az nem szerencsés, viszont gyógyszer mellett a vérnyomás jelentősen lecsökkent. De mitől pontosan, mert például attól, nekem... hogy ugyanannyi vérnyomás csökkentőt szedett, igen, és fogyasztotta a céklalevet, a sárgarépát, a sütőtököt, a zabos reggelit, az áfonyát, elhagyta, ugye elhagyatták vele a tehéntejet és a sajtot erre a hétre, nem fogyasztott húst és zsírt, és a vérnyomás egyszerűen csökkenni kezdett, de olyannyira lement, ugye a gyógyszer adása mellett, hogy a gyógyszer csökkenteni kellett, majd a hét közepén el kellett hagyni. Wow. Ezzel nyilván nem azt mondom, hogy hagyjuk el rögtön azonnal a vérnyomás csökkentőt, csak persze, hogy ezek működnek. És nem egy és nem két alkalommal ezek abszolút működnek, úgyhogy hát minden tiszteletem azok, akik ezt megpróbálják, végzik. Sikeres volt ez a hét is. Emellett pedig írt egy sportoló, nekem a múlt héten egy éles sportoló, egy gyors gyalogló, de úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen... Hogy rohadtul eltévedt, annyi, mert nem tudja, hogy hol van. Tudsz nekem segíteni, Babi? 50 kilométeres hosszú távú. Támpontot, mert merül a caksi. Rohadtul be vagyok csokizva. Ezt helyet nem ismerem. Annyit írt, hogy egyéni új csúcsot... Ez egy mecsek térkép. Egyéni új csúcsot ment az új étkezés beállítás hatására. Ez nyilván nem az én érdemem, hanem az elvek érdemem. Annyira kellett fosni. Nem talált tojtojt. Hogy egyéni csúcsot ment. És óriási egyéni csúcsot ment, mert féltem, hogy összefosom magam attól a szóját, amit adtál. Javítom a hajszollára. Úgy szaladtam, olyan kis serényen szedtem a kis lábocskáimat. Úgy megkeregettél, bakker. Amikám ez a céklari, megtettek előadás. Semmi ilyesmi nem volt. Egyszerűen javul a vércukor szintje, és a izomglikogén. És a vércukor mitől egyébként? Csak hogy egy-két példát mondjunk. Beállítottuk árpa, zab, ezen kívül cikória, különböző rostos élelmiszerek, tehát zöldség, sárgarépapüré, paradicsom, sütőtök, tehát ajánlott neki kókuszsír, ugye ez volt az, ami hosszú távú energiát biztosított az ő számára, és kókusz adásával kókuszreszelék, illetve ilyen kókusz. De itt már bele kellett nézni a jegyzeteiben, nem? Mert hogy ez viszonylag sok alkotó elem. Hát igen, nem? Igen. De ez jó. Hát ugye egy ilyen szakmai anyag összeállítása azért nem egy két perc munkája, általában másfél-két óra, mire összeáll egy ilyen, utána még 3 napig dolgozok egy személyes anyagon, mire ebből egy 5-6 oldalas anyag lesz, és hát ugye ez nem játék. Tehát ugye valaki, hogy 50 kilométerre gyors gyalogolni, akkor nem lehet az, hogy félúton feladja. Ez nem játék. Ha meg nem nyomsz egy szívet, akkor még több. Micsoda, nem? Hogyha nem menti el, akkor még több. Ja, 8-5 éven. Gyerektek a céklali az jó, nem? Én minden nap adok neki egy pohárra. Vérképző, vaspótló, igen. Nem fogyasztunk minden nap céklát, mert van benne némi okszalát. De mit, hogy? Kinyírod a gyereket. Ne adjál neki. Ha valaki minden nap meginne mondjuk fél liter céklalevet, vagy enne ugyanennyi homoktövis előtt, vagy inna, akkor ugye az okszalát halmozódhat a vesében. Erre figyelünk, tehát spenót, cékla, zeller és homoktövis esetében az oxalátra figyelünk, de nem olvastam olyat, hogy valaki vesekövet kapott volna ezektől, mert ezek amúgy vízhajtók, és sok folyadékot fogyasztunk mellé. Na gyorsan nézzünk egy-két kérdést. Béres csepp C-vitamin 500 mg eléget ér-e, Gabi? C-vitamin 500 mg? 500 mg és szer egy kis béres cseppet. De naponta nyilván. Ha itt egy 80 kilós férfiról beszélünk, akkor nem. Ha egy 48 kilós nőről, akkor azt mondanám, hogy elég. Ilyenkor egy picit növelném, tehát november-decemberben én azt mondanám, hogy a 800-900 mg-ot, 1000-et
el lehet érni. Ugye itt is a C-vitamin oxálsavra bomlik, ha már mondtam az oxalátot. Gyerekeknek 200/400 mg/nap C-vitamin adása jó. Az aszkorbinsat vagy C-vitamint az citromos vízbe, narancslébe, grapefruitlébe keverjük bele, így fog jól felszívódni, ezt nevezzük ugye Matrix hatásnak. Az jó, az én szeretem. Kianu nagy volt benne. Kismama vagyok, 4 hónapos terhes. Milyen kálciumforrás javasolsz? Zsanett kérdezi. Várandosság idején, ugye az orvos rögtön mondja a tejet, tejterméket, sajtokat. Én mandula tejet készítenék otthon, tehát héj nélküli fehér mandula, blansírozott fehér mandulából turmixolnék banánnal, és egy kevés főtt zapra helyelje mandula turmixot. Ugye ezek mindegyikében sok kálcium van. Egyébként a kálcium mellett ma már tudjuk, hogy magnézium, cinkeréz, mangán és B6 vitamin szükséges. Ezek a diófélékben benne vannak. Ezen kívül lencsevörös lencse. Lencsevörös lencse. Na jó. Hogy jó. Hány éves kortól ajánlod a kóla rendszeres fogyasztását? Ez nagyon fontos kérdés, tessék Gábor. Az előző témánkhoz kapcsolódik egyébként. Nem ajánlom, gondolom nagyon, nem? Nem ajánlom. Ráadásul ugye az említett példában 4 éves korú gyereknek adták ugye a kólát. Az a gond, hogy minél korábban találkozik a gyerek a kólával, annál hamarabb kialakul a felnőttkori függés. Ugye egy bögre vagy egy pohár, tehát 2 deci kólában van olyan 80-90 gram, de minimum 60 milligram, bocsánat, nem gram, milligram koffein, amire azért figyelni kell. 8 hónapja szültem, de még mindig nem kívánom a brét. Mit tanácsolsz, Gábor? Nem is gratulálok, János, nem is tudtam. Igen, nincs ilyen SMS-es saját sztori? Igen, vagy hova keveredett való? Részről adom. Azt mondja, hogy... A lányom kiskorában a pudingot puningnak nevezte. Gábor, parancsolj. Szerintem te ma ne olvasod. Írja valaki, hogy puding, gyerekek, milyen puding? A vidéki ember pudingja a kocsonya. Így is van. Úgy, most jön az időszaka. Ha már volt, ugye. Mi volt most Csabai Kolbászfeszt? Csabai Kolbász. Most volt, a hétvégén. 17. Nem, sajnos. 17 vagyok, de még mindig. 17 hónapos kisfiúnak. Mit ajánlasz altatás előtt, ha nem vissza a babáknak való poralapú tápszert? A babáknak ajánlott 1 éves kortól a szója tejekről, az mit szólsz? Nem válik be a szójatej igazán úgy, ahogy szeretnénk, úgyhogy ilyenkor növényi tejeket, rizstej, kukoricatej, kókusztej, zabtej. Ma már lehet kapni egyébként biotejeket, biotejszíneket, ezeket ajánlom. Egy minimális mennyiségű mézzel, de igazából édesítés nem is feltétlenül kell hozzájuk. Igen, a tehéntejet javasolták régen, meg minden mai napig egy kicsit úgy esti altatáshoz, nem feltétlenül van rájuk szükség. Uh-huh. Bori kérdezi, kismama vagyok 2 hónapos, ki az apa? Jó. Olyan sok fontos és jó kérdés lenne, és ilyeneket olvastok meg. Grapefruit, csiamag, citromlé, banán, méz, összeturmixolom reggel, és így indítom a napomat. Megfelelő ez a vonal? Igen, de nem minden nap. Ugye mindig változtatjuk, tehát napról napra mindig más a reggelink. Uh-huh. Egyébként a csiamag egy új generációs mag. Zab, árpa... Ez most nagyon felkapott ez a csiamag. Igen, hát most egy pár hónapig ez lesz a sláger, utána majd lesz megint más. Lesz, ugye ott az amaránt, ott a köles, ott a kinoa, azt is fölkapták a kinoát. Ezek mind használhatók. A csiamagban nincs semmi olyan extra, ami miatt minden nap azt kéne fogyasztanunk, csak divat lett ez a chia puding. Gyerekeknek immunerősítő flavon lekvár. Jó, nem jó, 8 és 4 éves fiam van. Ajánlom a flavon lekvárokat kiemelten, mert a gyermek nem fog tudni megenni annyi színes, bogyós gyümölcsöt. Másrészt nem is biztos, hogy ehet az apró magvas jelleg miatt, ezért a flavonok igen jó. Ugye 1-2 kanál ilyen vákumsűrített flavon lekvár, ez megfelel mondjuk egy marék friss, bogyós gyümölcs. Ezek az átmagy gyümölcsök héjából készül? És ott azokat tartalmazza? Héjából, húsából kivonják a színanyagokat, flavonokat, így van. És vákumban besűrítik, tehát igazából hő alig éri a terméket. Ezek jók. De ez felnőttnek is jó lehet, nem? Egy kanál. Én abszolút ajánlom ilyenkor. Abszolút ajánlom, mert nem fogunk annyi nyerset, gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani télen, mint amennyit kell. Bevallom, hogy a flavon készítmény egy olyan úgymond élelmiszeripari termék, ami kifejezetten egy jó fejlesztés. 1-6-os kadethez keresek, hátsó légtel előtt. Gábor, tudsz-e segíteni? Majd nekem. Friss búza fülé naponta elég egy óvodás gyereknek télen, Timi kérdezi. Tehát minden nap. Kis búza fülé. És megissza a gyermek. Hát valahogy lenyomják rá, igen, nincs túl jó. Nem akarja, de... Igen.
Abszolút. Bevallom, hogy a búzafülevet megint nem adnám minden nap a gyermeknek, mert van egy májtisztító hatása. A gyermeknek nem feltétlenül kell minden nap tisztítani a máját. Tudom, hogy sok a környezetszennyező anyag, de ez inkább felnőttnek való ajánlás. Azt mondja, mit tegyek, mert magas a triglicerid szintje a véremnek. Ez talán egy koleszterin lehet. Kérdezi egy hallgató, diétáznom kellene? Ez a vérzsír? Így van, a vérzsír egy része. Lehet, hogy túl sok fehér kenyér, vagy hát ilyen fehér termék van a háttérben, ugye a szénhidrátokból is trigliceridek képződhetnek. Ezen felül, hát ugye a céklalé és sárgarépa, párolt lilakáposzta, fokhagyma, lilahagyma, narancs és grapefruit, homoktő is. Uh-huh. Ezeket ajánlom. Amit olvastam például, ugye itt a vérnek kétfajta koleszterinja van. Van a jó koleszterin, meg a rossz koleszterin. Te nem mindegy, hogy melyik a magas. Az LDL, meg a HDL. Nem haragszatok, hogy ezt nem, tudom. Nem. Kicsit mond LDL, HDL. Lemmagolaj, nagyon jó a lemmagolaj. Nagyon jó koleszterin csökkentő, hogy folyamatosan kellene szedni. Minden nap egy evőkanál, és egy-két hónapon belül megemeli a jó koleszterin szintet, de lecsökkenti a rosszat. Ez így van. Lehet hozzá egy kis lilahagymát is vágni, fokhagymát, lemmagolaj minden nap, egy csapot evőkanálnyit fogyasztunk. Egyébként téli időszakban a reggel fogyasztott lemmagolaj az hőháztartást is beállítja, tehát nem fognak a végtagjaink annyira fázni. Kitágítja a kézben és a lábban az ereket. Gyerekek, lehet ezt követni, ha valaki, tehát hogy így áll a lemmagolaj, a tökmagolaj, kézzel, a nekem úgy áll. Ez nekem úgy áll. Hogy hívják, és akkor mindig kiskanál lemmagolaj. Nálunk száll. Ez rutin. Kézzel, egy rutin. Na de hát 50 félét soroltatok ma föl. Kézzel, hogy nálunk is van ilyen kombó, amit én szedek a gyerekkel, és így egyszerűen így ráállsz, és a gyerek egy idő után már így kéri. És mit teszik? A Beni, nagyon maga... sok mindent adok neki, amit aztán én is beszedek igazából. Mert ő nem eszi meg. Egy pohár rozé. Egy pohár rozé, egy fél üveg barna sör. Igen. Nem, és utána ráállsz, hogy este azt kirakod a kis, én kirakom a kis olajaimat, mindegyből egy kanál, és akkor még ezt mellé teszed, azt mellé teszed, és akkor kikészíted a gyerek kis adagját, szépen ott beszemezgeti, elmegeszi, kap egy kanál csicsókát, egy kanál olajat, és akkor utána vagy elmegy aludni. Feri, ez ugyanolyan. Vagy megy neked is megvan a sorrend. Öntudatlanul veszed ki. Nem öntudatlanul, nagyon tudatosan. Igen, öntudatlanul. És nem is nem mindegy, csak, hogy milyen. Ilyen hangokat adsz, miért nem érdekel? Nem, de azt, tehát, hogy 30 félét mondtál, amit igen jó minden nap, vagy minden másnap. Tehát, hogy ezt most nem kötözködésként kérdezem, hanem te a természetes érdeklődés, de tulajdonképpen vissza tudom folytani, hagyjuk a francba az egészet. Maradok a kolbásznál. Egyébként meg lehet jegyezni. Tehát elveszed a kolbászt, meg most azért sorolom, mert ugye van, aki ebből a felsorol 10-ből, csak kettőt fog választani, nekem föl kell sorolnom mindent. Aha. Nem kell mindent fogyasztani nyilván. Persze, hát ezek lehetőségek. Kókuszolaj jó a koleszterin ellen, kérdezi Zsiga. Nem. Nem? Nem fog segíteni, azt gondolom, telített laurinsavat tartalmaz. Refluxra, gyomorra, epére, bélműködésre viszont jó. Igen, jó. Különböző halolajok, 7 évesnek például lazacolaj reggelente kiskanállal, Edina kérdezi. Igen, alkalmas. Sőt, gondolkodásra is jó, meg a három, ugye a lemmagolajban is ez van. Kukoricacsíra olaj, kendermagolaj, repceolajban és a halolajban is, ugye ezek a különböző hosszú széláncú omega 3 zsírsavak, ezek hasznosak. Na jó van, hát akkor azért egy csomó mindent meg tudtunk válaszolni. Így utoljára. A szabad annyit hozzátenni, hogy rengeteg kérdés felmerült, én is kaptam, hát mondhatom, hogy több ezer kérdést, és elnézést kérek, hogy ezekből csak néhány tízre, vagy maximum százra tudtam válaszolni, viszont az a jó hírem van, hogy szeretnénk ezeket írásban is közölni, hogyha szabad, ha lesz rá igény, szerintem van rá igény, úgyhogy ezekkel találkozhatnak a kedves hallgatók, hogy... Hát mondjuk egy, mind dolgozol, nyugodtan elmondhatjuk meg. Persze. Egy kolyaházat építek otthon. Vettem egy merülőmenencé és forraló dézsára. Minden nap beleütök. Madárat etőt. Na, szóval, hogy valami szóval készült. Elkészült, most fejeztem be az elmentes könyvet. A közös művünk! A közös művünk! Te vagy az előszó? Írtál bele, vagy mi? Nem, hát kérdés-válasz. Balázs volt a mentor. Én voltam a mentor. Én voltam az egésznek a karmestere. A karmestere. Hogy is van ez, Gábor?
és aztán elmesélni 400 oldalon. Nem, gyerekek, ha én nem mozom be Biogabit, ti még mindig sötétben tapogatóztok, és mindig csak úgy, el vagytok érte. Megismertük egymást Gabival, és tudtam, hogy Gabinak ebben a műsorban van a helye. Itt hogy tudatot. Hát amikor megtudtam, hogy az elmentesnek vége, gyakorlatilag, hogy valószínűleg vége, akkor kicsit igen könnyeztem, utána azt gondoltam, hogy mi lenne, ha... Hát meg a hallgatók azt mondták, hogy sokan nem tudják meghallgatni, vagy nem tudták, szeretnék elolvasni. Szerintem ezek jó dolgok. És úgy döntöttünk, úgy gondoltuk, hogy most így az ünnepek előtt nem baj, hogyha ez kijön, és sok-sok mindent írtam bele, amit nem hangzott el a műsorban. Részben pedig, ami és karácsonyra és receptek, reggeli receptekkel. Reggeli receptekkel adhatott Karira. Lepjetek már meg egy ilyennek karácsonyra. Ez a minimum, megvásárolni majd minimum, de akkor fejben készülj rá. A fejben. De mit csinálnál vele? Billag az asztalod? Mindenki ilyen könnyű. Olvasni se tudok. Honnod alá kapod, az méz a budira, miközben csócsálod a csicsi szalonnál? Nem, vegyes üzenetik hazányokat. Lesznek benne izgalmas fejezetek. Ilyen gasztropszichológiától a telkérdésen át egészen a kávézásig, és sok-sok minden, amire nem volt idő, mert mindig közbeszóltatok, de nem baj, az írásban meg lesz. Igen, hát átvettük ugye a különböző érzékenységeket, a húskészítményeket, hát annyi mindenről volt itt szó igazából, sok minden. Átvettük, hát Gabival, ja. Fölelevenítettük ezeket a beszélgetéseket. Mennyit, 50%-ot veszel a könyvből, levélve? Nem ismersz hát igazán, 80. 50, sosem dolgozom ilyen ötszer, azért meg sem mozdulok. A Balitól megszokott 30 oldalas kuponszett, ott van a vég. Nem lesz kuponszett, gyerekek. Nyugi. Azt már ez most alig reklámos könyv. Azt már én is megbántam, nyugi, hogy ki kaszett volt az előző könyvemben. Ki lesz a címlapján? Hát ki? Egymástól tőlesek? Hát hogy ki? Hát, azt még majd kitaláljuk. Ki egy gyönyörű szép fotó. Mind a ketten legyetek rajta. Hát beszélj. Valahol a Gábor is távol van. Nem Gábor a hátulján. Én elől és valahol ott hátul Gábor. Egy fa mögül így néz előre, pajkosan. Nem az a lényeg, nem egy dizájnkönyv, nekem az a lényeg, hogy szép legyen, persze szép lesz, de hogy most ki van elől. Ez egy 250 oldalas könyv lesz. 250 oldalas. És lesz benne egy 15-20 reggeli recept fotókkal, remélem, hogy hasznos lesz mindenkinek. Hmm. Merített papír? Meséljetek még róla egy picit. Hány oldal? 250, most mondta, hogy 250 oldal. De hány oldal? Ja, most mondta. És egy csomó reggeli recept lesz képpel. Kemény kötéses ilyen? Vagy ilyen? Kemény borítós. Kemény borítós. Betörünk a könyvpiacra. Ennyi. Muszáj. Muszáj. Hát hengerelni. Hát ilyen könyv szerintem most nincs a könyvpiacon, illetve ezek nem is a könyv a lényeg, hanem az információk. Az információk átadása. Ugye ez a fajta információ, amit azt hiszem, amiről itt beszéltünk, ez hiánypótló. Mert ezt nem olvashatják el a kedves hallgatók itt vagy ott, vagy mindenféle helyen. Igen. Némi kockázatot is vállalunk, de kihagytam belőle a veszélyesebb, azokat a konkrét részeket, ami támadható, viszont rengeteg olyan rész van benne, ami konkrét. Tehát felsorolás, mely elszámokat helyezzük inkább háttérbe, hogyha iszunk üdítőt, akkor inkább miért válasszunk, ha tejtermék, akkor savanyított, de melyik, de miért, élő flóra, probiotikum, a gyerek válogatós, akkor mit adjunk neki, és így. Ráharagudjatok, hát bocsássatok meg, hát ennyire. Ez három év. Ennyire volt, három év munkája csak van ebben benne. Csak a segítség, de tényleg. Gyerekek, hát egy Krisztus vagy maga, egy profita. CD mellék dallal. Egyébként ajánlom a figyelmetekbe a KFT régi számát. A címem is volt. A siker, pénz, csillogás. Amit megeszel, azt te leszel. Legyetek szívesek egyszer lejátszani. Amit megeszel, azt te leszel. Ja. Uh-huh. Ez azért érzek, hogy mert Vikinek is megvan a karácsony ajándéka. Egy frissen dedikált, általunk dedikált, bekötött könyv. Nagy vonalú vagy. Gyerekek, két egyet ütök egy csapásra. A család minden tagját leborítom ezzel a könyvvel. Terítek egyet, megvan a karácsony ajándék, és beadtulunk a boltokba. Te a lóvéból elmész vásárolni valahova. Utána meglepem magam valami szépen. A prósággal. Csak ha mellé csokoládét veszel, akkor a könyvben az egyik fejezet, hogy a magas kakaó tartalmú csokoládékról szól, de csak óvatosan vásárolunk mellé édesség. Sok ismerős gondolat lesz benne egyébként, amit már átbeszéltünk ebben a három évben, de hát nem tudtunk, mit csinált, igény volt rá, nem Gabi? Egyszerűen bárhol mentünk, követelték hát ezt. Nekem állandóan, de hol a könyv? Igen. Tényleg. Hát volt rá igény. Te ipart nem nagyon bántott benne, ugye? De. Nincs bántva a tejipar, csak meg alternatíva van nekik adva, hogy a tejhely. A laktózról beszélek. Akkor Erika Ferének hozol ingyen példány. Nem. Majd felolvasok neked. Nem. Tánomként úgyis ráérünk. Tehát nem az a célja a könyvnek, hogy most mindenki legyen vegán, hanem a cél az, hogy tudatos legyen a fogyasztó, hogy ha választani akar, akkor inkább melyiket válassza. Nem, a cél az, hogy ne nyomjátok a kepest.
Hát persze, meg az, hogy olyan eladásokat produkáljunk, persze. Az már megvan. De Gabi, az üzleti részét viszem én majd, bízd csak ide. Honnan lehet majd letölteni? Reméljük minél később, majd az Encore-ról, de majd nagyon később. A másnap már fel lesz. Nem, nem lesz fel. Elmentes övezet? Ez lesz? Elmentes övezet a címe. Azt tudjátok, hogy ezt lenyúlták? Tessék? Lenyúlták egyes termékeken. Csak mondom, hogy én már... Hát az elmentes szót, azt igen, de az övezetet azt nem nyúlhatják. Azt nem. Elmentes az, az nem egy védett fogalom. Az elmentes övezet már határeset. Igen. De hát az egy jó cím. Jó van, Gabi, na, hát akkor nem sokára majd még úgy is beszélünk, megmondjuk, hogy mi a helyzet. Nem. Neked azért nagyon szépen köszönjük ezt a három évnyi együtt dolgozást. Jó, nekem is. Egy élmény volt veletek, azt gondolom. Az elejétől a végéig, remélem a hallgatóknak is jó volt. És jó hírünk van, ha véletlenül valahol újraindulunk, akkor Bajok Gabi helyett Manga Laci lesz. Valaki írta ezt. Manga Laci. Bajok Gabi helyett Manga Laci. Vagy Mangalica. Igen, Mangalica. Jobb. Egyre jobb. Igen. Én köszönöm a lehetőséget, és jó egészséget nektek, meg egyetek okosan, meg hasonlók. Beszélünk. Plusz irákkor egy kis székhalé. Ferinek egy kis Vegamai krém. Azt hiszem, ez méltó búcsú. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Teljesen beteg dolgot csinálnak a japánok, most már, ahogy egyébként olvasom egy éve, és az is elképzelhető, hogy amikor én sétáltam a körúton a gyermekemmel, akkor bekerültem egy japán pornófilmbe. Azt csak észreveszed, hogy ha... Nem, kérdezik, hogy nem veszed észre. Tudod, mit csinálnak? Fájt valamit, és nem tudtad miért? Nem tudtál leülni hetekig? Hát akkor... Tudod, mit csinálnak ezek a kis gonosz japok? Na, mit csinálnak? Képzeld el, hogy azt csinálják, hogy egy ilyen költöztető autóra hasonlító autóval járják ők Budapest utcáit, és bentről kifelé vidáman látni mindent. Uh-huh. De kintről befelé semmit. Aha. Tehát te nem veszed észre, hogy mi történik vagy? Bent. Nem veszed észre, hogy te élő biodíszlet vagy. Bent Okufana Yakafuku. Igen. És Okusana Punamuka. Okusuna Punamuka. Okusuna Punamuka. Rettenetesen tolja a műsort egy kanapén. Mert hogy bent ebben a költözhető autóban van egy ágy, ahol Okusuna Funamuka rettenetesen szexel. Igen, lyukaluka csupacsula. Igen. Kicsi kuki sorsenő meggel. És te közben a háttérben vidáman sétálgatsz. De mert mi a... Uh-huh. Ez izgató, hogy... Hát mert ez úgy tűnik, hát mintha közterületen csinálnák, igen. De nem látsz be, hogy mi történik, csak biodíszlet vagy, és az autó oldalán van egy figyelmeztetés, hogy a gépjárműben filmforgatás zajlik. De Japánról melynek ez adott, korrekt. Melynek adott Japánról. Során, adott esetében felvétel készül arról, hogy ön itt tartózkodik, és ezért a te felelősséged, hogy ne tartózkodjál ott. Tehát ha meglátod, diszkolj el. Tehát ha nem akarsz a pornófilmen szerepelni, igen. Amit itt forgatnak nem, akkor legyél és menjél arra. Na jó, de ez mondjuk a passzív szereplés. Meg azért ez talán többet árt, mint amennyit használ. Azért megállok, na, ott, én értem. Megállok ott egy zebránál, és ott állok egy-két. Na de állsz egy zebránál. De állsz egy zebránál. Nem pörget. Ott van egy ilyen költöztető autó, kinézető autó. Nem olvasod el kicsi betűkkel, hogy mi van rajta, csak szépen elsétálsz előtte a gyerekkel. Rámész majd egy ilyen japán xlxx.com-ra. És egy év múlva azt látod, miközben Okufuna rettenetesen dolgozik, közben te háttérben ott sétálsz a gyerekkel vidáman. Hát nem egyszerűen ott sétálsz, kezdet. Nem odamész az autóhoz, és rányomod a szélvédőre. Az arcod, mert az orrod, és tudod, hogy mi van benne. Én. Igen. Ráadásul a fiú gyerekek rá vannak izgulva ugye az ilyen nagyméretű járművekre. Tehát megállsz, igen. Mondjuk a fiaddal együtt ott nézed, nézd, micsoda szép kamion, Somi. És közben ott állsz, és nézed, ahogy reszelnek. Gyere fel, emellek, hogy nézd csak meg, kisfiam, mi lehet oda benne. Hát az micsoda szemétség? Hát ilyet nem lehet csinálni. Hát de tulajdonképpen közterület is még nem is. Közterületnek számít. Nem. Hát hogyne? Tehát az a te autód. Nem, ez az a szabály azon egyébként. Gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz. Hát hogyha van egy átlagos autód, aminek le vannak sötétítve a hátsó üvegei, ott is gyakorlatilag bármit csinálsz átsülésen. Igen, na de várj, nem az egyik, hogy bármit csinálhatsz, hanem hogy te videófelvételt csinálhatsz, amit aztán később felhasználsz. Mert hogy tömegfelvételt ugyan csinálhatsz, de akkor csinálhatsz, ha megfelelő jogalapja van a felvétel készítésének, vagyis én tudom arról, hogy bemegyek egy koncertre, és ott mondjuk videóanyag készül. Na, de a kamerákat, ha én nem látom, akkor az autó oldalán helyezett ismertető szöveg nem elég,
mert én nem tudok számolni a filmkészítés lehetőségével. Érted? Nekem mindig tudnom kell, hogy forgatnak, és akkor eldöntöm, hogy akarom-e vagy nem, de ha nem tudom, az nem elég. Aha. Na, akkor a Fókusz interjút készít veled a megjelenő Elmentes Övezet című könyvről közterületen. Igen? Én arra jár a Zsűl szegény, de hát úgy tudjuk, hogy ő bambul állandóan, nem veszi észre a kamerát, viszont besétál a képbe, és este megnézi a Fókuszt, és észreveszi saját magát, ő perelhet, vagy nem? Nem vette észre a kamerát, de te közterületen forgattál. Téged vett a kamera, de a háttérben ő keresztül ment. Hát akkor most mi a különbség? Érted? Hogy hát az egyik egy Fókusz, a másik meg japán pornó. Jó, hát de én nem érzek jogszabály... a különbség. A jogszabályzást kérdezem. Mind a kettő a néző kielégítéséről szól. Ki kéne tenni a kamerát az autóra? Én úgy gondolom, hogy elég a felirat az oldalán az autónak. Most gondoljatok el, ott vannak azok hatalmas nagy parti limók. Hát azt is sejtjük nagyjából, hogy mi történik bennük, és adott esetben. Hát kereskedelmi céllal biztos nem. Vagy lehet, hogy nem. Inkább így mondanám. De ott azért történnek dolgok. Igen, azért, hogy egyébként ezek nem japán filmek, hanem Enkoron hosszú napok óta fent vannak ilyen box track szex néven. Uh-huh. Feri már üti is. Írom is. Tehát az a lényeg, hogy érted, te bekerülsz. Hát akkor, ha látsz ilyen autót, akkor menj oda, és tényleg könnyen nézd be rajta. Nézd be rajta, nem látsz be, mert ugye úgy van fóliázva. Igen. De kifelé kiválóan látsz. Tehát oda kell menni, és tényleg be kell rajta nézni. És akkor megnézed, hogy mi történik. Ha esetleg látsz valamit. És mutasd el fel a hüvelykújjadat. Hajjá, hajrá! És ott pakitán az Enkoron. Magad, hogy olvasnál szádra, hogy csapasd neki! A magyarok forgatják nem japának, és pénzért bevállalják a csajok. De persze, a japán vonal az most hogy jött be? Tessék? Hunasuna. Ja. Mikorában Hunasuna. Mit kérdeztél? Már a japán fönt van a magyarországi, igen, mozi gyerekek. Hol? Az Enkoron? Nem, ez valami X-es videós. És letöltötted? Beírtad, hogy box track sex, ezt, igen, írtad be? Ezt beírtam, és a származási de ország... Hova? Ahol te kezdve gondolom hírkereső, nem? Vagy... Igen, és? Hát azért annál vannak tematikusabb oldal, akkor ezt meg tudtam találni. Én tanulom az internetet, érted? Nyugalom. Beírtad a hírkeresőre? Tehát profil megtekintések 214 000, feliratkozók 1000, ország Hungary. Tessék, itt van. Nézd meg az MNO-n is. És akkor tulajdonképpen te úgy kerülsz bele egy filmbe, miközben ott nagyon csúnyán egymásra találnak, hogy te nem tudod, hogy a háttérben ilyen biodíszletként, hogy sétálgatsz a gyerekkel, és közben benne vagy. Uh-huh. Pontosan. Pontosan. Mondjuk fura ízlés. Egyre többször beszélek róla, de egyre kevésbé zavar. Aha. Otthon kell hagyni a gyereket. Szerintem csak elmi. Na jó, de legalább mondják el, hogy ez az a track, érted? Ami ott áll a sarokban, az nem egy költöztető autó, hanem éppen abban nagyon gyömöszölik egymást. És akkor majd eldöntöm, hogy benne akarok-e lenni, vagy nem akarok benne lenni. Legalább tudjam, nem? Hát. Érted? Megáll Lőrincen egy ilyen autó, odamész, bekopogsz, hogy álljon arra, benézi áramsz, és utána látlak majd az Enkoron, mint egy hülye kukkulót, aki benézi a költöztető autóba. Az ablak kinézek, és azt mondom, hogy valé, elég vagy napi 4 órában. Még itt is. Most fuvarom van. Tényleg így fusiznál novembertől. Még a kocsik is ér. Nem, te lennél a sofőr. Novembertől ez lenne a meló. Hátra nézve. Hajrá, gyerekek! Igen. Megtalálnálok, hogy állj a nép, és kiderül, hogy te vagy a sofőr, és ott ülsz, Fali, bocs. Hát most ez a munkaütő. Szállod el, előre szólnának a hátsó ülésre. Jani, léci, előre az utat figyel. De hát ők azt csinálják egyébként, hogy civilekkel forgatnak. Tehát ők mennek út közben, és felszednek civileket. Igen. És akkor ott a civileket, hát ugye... Készpénzzel ráveszik arra, hogy ebben a boxtrackban, ebben... De honnan tudtam, miért mondtam én ezt a japán vonalat? Ez nekem hogy jött ez a japán vonal? Hát picit behalóztál. Tehát ugye bevizionáltad valamit ezzel a japán vonalat? A vágyaidat is beleöltöd. De nem vágyom japán nőre. De igen. Igen. Mélyenleg belülnek, megvan az egész. De hogy nem vágysz, te minden. Japán nőre is. Nem tudom, akkor ez a japán vonal ez hogy volt. Ott. Na, Feri már megtalálta. Andrássy út, csak mondom. Andrássy út. Most nézd meg, ott sétálsz az Andrássy úton, hát nem akarsz benne lenni. Jó, de ez kamu, hogy oda megyek egy lányhoz, és akkor egyből beszáll és a trackba. És véletlenül rohadt jól néz ki. Véletlenül nagyon jól néz ki, és véletlenül pont beszáll egy furgomba. De ezt nekem senki nem mondja, hogy ez igazi. Nézd meg, átvizsgatják a hölgyet. Figyelj, ahogy elnézem még itt a hölgyet, hogy nem véletlen fogok én találkozni ezzel az autóval. Keresni fogom az Andrássy út. Ott a, nézd meg, ott az autó. De szeretném, ha téged is bevinnének egy ilyen trágba. 10 euróért csúnya dolgokat csinálnak. Ja, 10 euró azért. Na jó, tudom, drágább vagy 20 euró. Ja, tudom, hogy sokat kérsz. Ja, nem, fizetnék ért. Tényleg átlátszik a fala. Utasd? Na ezt mondom, hogy átlátszik a fala, és úgy ott közben elkerekezik egy hát ott a
bringás. Ha tényleg megyek az Andrássy haza, akkor én benne lehetek. Halálosan nyomorult, hogy kerekezel az Andrássy úton, mit sem sejtem, miközben egy csaj a trákon belül baromira vetközik, és éppen a csúnyáját utolgatja. Képzeld már el, hogy otthon kihasználva egy, itt egy üres pillanatot, vagy az üres házat, rákeresel a videóra, elkezded nézni, mennyire jól néz ki ez a lány, úristen, hogy kapja, erre a Feri elbringázik mellett. Gondold el! Kis képzeld, gondolod, tényleg nincs otthon a feleséged, rettenetesen rákészülsz, minden most, aztán úgy megbünteted magad, olyan durva lesz. És Feri elszánt szakállal ott. Látod Ferit, hogy átsitál az ember egy bal Csabaival a kezét. Tudod. Oda az illúzió, lecsukod a laptopod, na jó, ezt a bulit is megette a Feri. Valami Michelin csillagos haverjának átinteget egy lángolt kolbásszal a másik oldalra. Érted? Én nem akarom látni, hogy átsétálsz a Lőrinci, nem tudom, milyen úton, miközben érted, én készülök nagyon elbánni magammal. De ez miért jó? Tehát ez már nem tudom. Ez a pornófilmek olyan kategóriája egyébként, ami másokat izgat, mert a nőt nem látja senki. A készítők látnak kifelé, de őket nem látja senki. Ez nem olyan, mint amikor közszeleten szexelsz a Hősök terén, neki támaszkodva valamelyik szobornak, nem. Szerintem az borzalom egyébként. Tehát ez egy mitől izgi? Nem tudom, de most eszembe ez kinek az, izgi? Hogy az Andrássyról tényleg. Az Andrássyról konkrétan van olyan zebra, ahol ha megállsz, akkor jobbra ott van a kórhely. Tehát simán el tudom képzelni, hogy a Feri tényleg a Szegál Viktor alatt éppen dumálva. Úristen, én ezt nem akarom látni. Pont nagyon olyan hangulatban vagyok, erre látom a Ferit ott hátul kvarkogni valakivel. Csapkodja valakinek a hátát. Jézusom. Simán belekerülhetsz. Gyerek is belekerülhetsz. Tehát ez miről szól? Ez arról szól, hogy engem izgat az, hogyha néznének, ezért megnézek egy olyan filmet, akiket egyébként nem látnak. Na, de őket nem látják. Igen. Mert mit tudom én, különböző fétisek vannak, nem cipős, kötözős, bár azt én ezt értem. De ez kinek izgató? Nekem, hát, aki azt látom, hogy egyébként azt a beépített modellt úgy se látja senki? Hát vagy a modellnek, mert ő azt gondolja, hogy látják, és erről készít filmet? Tehát mi a fétis? Mi van emögött? A nyilvánosság előtt végzett aktus. De miért nem mennek ki a Margit híd alá? Hát nincs nyilvánosság. Tulajdonképpen nem látod. Mert ott valószínűleg könnyebben elkapná őket egy közterületes vagy egy rendőr. Igen, most tényleg pornót néztek ki leadásba, egy jobban műsorkára, hogy két hét próbál vége. Nem, hát teljesen diszkréten, kultúráltan beszélgetünk egy jelenségről, aminek te is áldozata lehetsz, ha egyébként kerekezel az Andrássyn úgy, hogy az ártatlan, aki nem tudja, hogy már fönn van egy japán enkor oldalon, pedig hát, csak teker az Andrássyn. Nem is japánon, egy csomó fönn vagyok. Hát ezért én nem akarok pornofilme lenni, érte. És három közül csak Feri nézte. Mi majd ott van. De mutattam nektek is. Na. Keresünk már olyat, hát van olyan, hogy kicsi Irén néni így benéz az oldalon. Mert én azt azért imádnám. Van egy pékség, szeretnénk bevakolni a sósárút. És benéz Iréni, hát még nagyon rettenetesen tolják a kislány. Szóval, hogy ezek milyen beteg dolgok, de tényleg komolyan mondom, nem? Nekem semmi bajom a pornóval, meg az egész, nekem ezzel nincs bajom. Csak az egész nagyon de beteg. Ezzel se lehet bajod, mert nem látszik. Tehát, hogy, hát ezt mondom. Hogy akkor innentől kezdve minden oké, nem? Na de azért szóljanak már, hogy te pornófilmbe leszel, vagy én, vagy a járókelő, vagy a Jani. Hát azért azt legalább hagyjuk, nem? De négy hangos beszélőn? Igen. Jó napot, igen, elnézést kérünk. Kedves budapestiek, kedves sétálók, kedves turisták. Az önök mellett elhaladó nagyméretű terrautóban jelenleg felnőtt filmforgatása zajlik. Amennyiben nem kívánok ebben részt venni, forduljanak el, vagy jelezzék a filmforgalmazójának honlapján. Juli, te erről mit gondolsz? Gyere már be, csak kíváncsi vagyok egyébként, mint nő, mit gondolsz erről? Hogy szívesen menne. Nem, hogy ebben mi az izgató, vagy ebben mi a jó? Hogy ebben mi a jó? Te neked ez tetszik? Én totál lefagynék tőle. De hát nem látnak be. De akkor is. Nem tudnám elengedni. De ez nem egy kambió. Nem tudnám elengedni magam. Mindig arra gondolnék, hogy lehet, hogy pont most valaki meglát engem. Ja, hogy valaki benéz. Igen. Nem, én nem tudnám. Én ezt sose élveztem. Voltam olyan helyen, ahol volt tükör például a falon. Én attól is zavarba jöttem. Tehát az élmény, hogy látod saját magadat, vagy valaki más láthat, ez engem egyáltalán nem izgat föl. Szerintem ezért sem fogok soha a büdös életben swinger klubba menni. Dehogy nem. Juli, dehogy nem. Azért egy hallgató, hogy elvitte a bank az irodát, így maradt egy furgonot kell forgatni. Tényleg, mert igen, a casting videók azok egy irodában voltak, igen. Ugye mindig. Tehát na, ezek honnan tudod? Hát tudom, így néztem ilyet. De ti el tudnátok magatokról képzelni, hogy egyszer... Hogy vetkőzöm egy furgonban, egy japán operatőr előtt? Nem, hogyha mondjuk ki lehetne bérelni egy ilyen furgont, feldobni a kapcsolatotokat, elmennétek a párotokkal?
Ha nincs ott senki? Nincs ott senki. Ki lehetne bérelni? Ki vezet? Várjál, ki vezet? Valaki leparkol. Én körültekintő csávó vagyok. Ki vezet? Te elmész az Andrásira, a Wikivel, leparkoltok. Igen, leparkolsz. SMS-en elküldöd a kódot, hogy lehet parkolni. Igen, megkapom az engedélyt. Hátra mászol és hajrá. Szerintem úgy, szerintem úgy igen. Ha cégen belül a Garami. Garami vezet. Kész vagytok, Bali, most csinálnám. Kész vagytok, hova menjünk. Azt ugye el tudnám képzelni, egy sofőr, aki nem lát, hát a köröz velünk, és akkor közben ott a dolog, oda a fősök tere körül. Műcsánok. De téged ezt felizgatna? Nem, egyszer kipróbálnám, de ebben nem semmi, tehát úgy, mivel tudom, hogy nem látnak be, így igazából ebben semmiféle plusz faktor nincs. Itt akkor izgatnál nyitott platós. Igen, hagyj hoppon buszon. Nem, de egyszer ki lehetne próbálni. Kezdve, hogy a sötétbe indulnátok el, és aztán kiderül, hogy mindenki belátott. Igen, hogy egyébként meg mindenki belátott. Elromlott a fólia. Ez olyan, mintha látnának. Nem, tényleg. Jönne a tulaj, és azt mondaná, hogy vakarnám fel, hogy azt hittük fényre sötétedik. Így végig szexelnék az Andrássy utat. Ne, az ott nem a Bali. Így van. Vizes törölközővel a nyakamba, és irgalmatlanul pózolná. Iszonyatosan nyomná vörös feje, vizes törcsivel a nyakon. Kicsi, mindjárt meghalok. És mindenki belátna. Elnézést kérünk, még a fóliát nem tettük föl. Viszont lenne új tartalom a Facebookodra. Te Viki? Olyan fura, hogy most belátunk, biztos, majd akkor kapcsolják át, amikor elindulunk, tudod? És az egész. Nekem azt mondták, fényre sötétedik. Nem világosodik. Szóval gyerekek, hát ez a városépítés. És más város is van? Vagy megint ide jönnek ebbe az erkölcsi fertőbe, és itt okozzák hát ezt az erkölcsi kerestem rá. Miért minden pornós ide jön? Komolyan mondom. Miért nem látok egyszer prágai képeket, vagy nem tudom, római képeket? Vagy a Hősök terén üzeket. Az is igaz. Engem már egy kolosszeummal összezavart. Tehát vagy a Hősök terén üzekednek, vagy a Margit híd alatt, hát sose érted, az Angyalvár tövében támaszkodnak érted. Hát most... ebben soha nem látok egyet se a Vatikánban. De komolyan mondom, nem is értem. Na mindegy. Ha vannak a furgonban, az nem parkolás, így nem kell parkolási díjat fizetni. Köszönjük szépen. Ja. Az oldalra ki van írva egy A4-es lapra, hogy mi történik benne. Hát igen, erről beszéltünk, nyilván, csak azt nem látod. Hát azt nem mész oda elolvasni. Egy pici A4-es lapot 10 méterről már nem olvasol el. Igen. Ez a csali közelebb jössz, és egy kamerába így belehajolsz, hogy mi van. Igen, láttam olyan filmet, gyerekek, ott tolják a kukát a háttérben. Na, másik hallgató, én is rákészültem, hogy örömet okozok magamnak egy ilyen filmet, erre látom, hogy a Városliget, mert ott gittel a kutya. Óriási. Ezek a kis életképek. Te most mondd meg, ezt nem akarod látni, nem? És utána jön Irma néni, és így botta veri a kutyáját. Valaki jön enyhén kapatosan, megtámaszkodik itt a háznak az oldalán, és tol egy irgalmatlan rókát. Miközben ide, ott ül, nem tudom. Olga is nagyon, Olga és nagyon vetkőzik benne. És közben kint meg valaki kidobja. Úristen, hát ez nagyon kemény. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Jó reggel, ciao, Dombikán. Szia! Jó reggel, sziasztok! Már hallottam, hogy valami háromlábút emlegettetek, már jöttem is elő. Gondoltad, hogy te vagy az. Mi fölkeltettünk, Dobi, vagy ilyenkor te már fenn vagy? Teljesen véletlenül, nem szoktam föllenni, viszont viszem olajcserére a kocsit, most kaptam időpontot, úgyhogy kérlek szépen ébren vagyok. Na, te ilyen gondos gazda vagy, hogy amikor lejár a 20 ezer vagy 25 ezer kilométer, rendesen olajcsere, vezeted, írod, hogy mikor kell menni? Kérlek szépen be szoktam állítani neki a számlálóját, és akkor egy ilyen nagy felkiáltója felugrik. És akkor muszáj, mert különben valahol Szlovákiában megáll alattam, és akkor kész, akkor puty. Muszáj. Most írta, hogy menjél olajcserére. Megyek, de nem nekem lesz, hanem a járműnek. Én gyakrabban cserélem az olajat, én minden reggel cserélem az olajamat. Hát a leeresztést legalább is megoldod. Minden reggel is olajat cserélem. Jól vagy egyébként? Minden oké? Meg vagyok, köszönöm szépen. Kicsit megijedtem, mert azt mondták, hogy akiket felhívtok ilyenkor, azt már biztos nem hívjátok be, amíg van a rádió. Hát van, aki bejön, van, akit felhívunk, érted? Hát ez mégis még van két hetünk, úgyhogy... De többen vannak olyanok, akiket se fel nem hívjuk, se be nem hívjuk. Igen. De igen, az ország jelentős része. Én nagyon abszolút megtisztelve érzem magam. Örülök, mindig örülök, hogyha hallak benneteket. Akkor az bejöhetsz egyébként, megbeszéltünk egy órát, amikor bejössz. Vasárnap. Mit tudom, jövő héten. Ja, amikor nincs adás. Amikor felvételről megy a műsor, mi? Én meg ott nézem. Kérhetek dalt a Garamitól. Szóval, hogy bejöhetsz valamikor jövő héten, még meg tudunk beszélni egy órát, ha úgy érzed, hogy valamelyik utolsó órákra ellátogatnám. Hát gyere be, beszéljük meg egyet. Hát gyere be, mit tudom, jövő hét szerdán, 9 után.
Én benne vagyok. De kérdés, hogy leszünk-e, de hogy biztos leszünk. Szóval... Tegyetek ki kaját az ajtó elé. Azzal csalogassunk be, mint szórjunk, szórjunk morzsákat. Bármikor bejövök. Na, Jani mondott valamit, hogy csináltál valamit, vagy létrehoztál valamit? Igen, azért, csináltál azért egy olyan Facebook oldal, ez már a harmadik Facebook oldal, ami a neved alá tartozik. Nem, tulajdonképpen nem az én nevem alatt van meg. Ez egy véletlen ötlet volt. Ugye én is nagy lelkes állatbarát és állatvédő vagyok, és észrevettünk egy olyan fura jelenséget, hogy annál rosszabb csak, amikor nincs az embereknek elég információjuk, annál rosszabb csak az lehet, amikor túl sok van, túl teng, és szana szétszalad, és ugye rengeteg ilyen állat örökbefogadós nap van, mindenféle telepen, meg ilyen állatotthonban, és nagyon sokszor azért marad el, nem csak kizárólag érdeklődés hiányában, vagy eső miatt, hanem mert egész egyszerűen nem jut el a megfelelő helyre az információ, és mindenki össze-vissza hirdet, mert mindenki próbál. És azt találtuk ki egy csomó az én Facebook oldalam olvasóival, hogy hozzunk létre egy ilyen kvázi központi adatbázist, mert pont olyan nincsen, ahol az összes, ugye mit tudom én, te beírsz egy település nevet, és lejön neked a legközelebbi állatotthon neve, és konkrétan össze van szinkronizálva egy eseménnyel. Két hét múlva örökbefogadás, cica, kutya, bármi. És létrehoztunk egy ilyen oldalt, és ahogy feldobtam az oldalt, nekem is van egy kisebb fórum, azonnal jelentkezett egy fiatalember, hogy ő ezt az oldalt így megírja, moderálja, egy másik cég jelentkezett, hogy adna hozzá domaint meg tárhelyet, és gyakorlatilag most elkészült az oldal, skicce, vázol, de már működik, tehát teljesen non-profit. A lényege az, hogy bármelyik állatotthon dolgozója, vezetője, akinek van jogosultsága, vagy csak egy lelkes állatvédő, feltöltheti magát ezt a helyet, az eseményt az oldalra. Minden egybe lesz, ez a tervünk, hogy az ország összes ilyen örökbefogadós napját egy helyre gyűjtjük. Én magam még annyival tudtam hozzájárulni, hogy a nevemet adom hozzá, meg hogy az oldalamon rendszeresen megosztom, hogyha lesznek ilyen családi örökbefogadós napok, akkor amire tudok, elmegyek én magam is. Hát, arra például jó lesz az oldal, hogy mondjuk én találok egy állatot, ami nem ehető, ugye? Tehát, hogy valami... Kivételesen. Igen, és akkor mondom, nem tudom, mit kell vele csináljak. Akkor rámegyek az oldalra. Vagy például nekem volt egy olyan esetem, amikor elém ugrott egy kutyus szegény autó, vezettem, és elütöttem a kutyát. És de életben maradt, de láthatóan sérült volt. Éjszaka. Nem tudtam, hogy kit kell fölhívni. Ott álltam 4 órán keresztül, mire végre valakit utolértem. Aztán meggrillezted. Nem, mondom, hogy ha ehető, akkor azt tudjuk annak mi a dolga, de ha nem ehető, és ilyen kedvenc kis állat, akkor nyilván segítesz rajta. Ilyen lesz rajta? Nyilvánvalóan, tehát bizonyos szempontból minden állat ehető, tehát ez csak gusztus dolga, de... Jó, én is emberből vagyok, mélyen. Igen, tudom, még emlékszem nyomokban. De bővülnek a funkciók természetesen. Most az elsődleges dolga az lenne, hogy ezeket az örökbefogadós napokat gyűjtsük össze. De tulajdonképpen ez az oldal azért jönne létre, hogy minden olyan dolgot feltegyünk rá, ami máshol konkrétan nincs. Mert ezt jól tudjuk, hogy kicsit ellustult a világ, tehát azt szeretjük, ha minden egy helyen van. Tehát néhány kattintás választ el magától a megoldást, akkor szívesebben mész el, mint már a keresőt sem szívesen használják az emberek. Neked egyébként van kutyád, Domi? Igen, van egy Beagle kutyám. Ja, Beagle. Én megmondom őszintén, hogy én Beagle mániás vagyok. Én nem is ismertem ezt a kutyát, és találkoztam. Volt nekem egy Beagle párom, amiből a fiú már megszökött, de a Beagle az valami felfoghatatlan kutya, tehát feldolgozhatatlan, teljes mértékben nevelhetetlen, házőrzésre alkalmatlan. Mindenre alkalmatlan. Teljesen, persze. Vadászatra jó, de arra meg nem használod. Igen. Hát hogyne, hát minek vadásznék, ott van az élelmiszer volt szemben. És figyelj, a Beagle teljesen feldolgozhatatlan, öntörvényű, olyan van, hogy téged megharap, a betörőt meg beengedi, szívesen kinyitja az ajtót, tehát nincs logika az életében, és azon kívül van még nekem egy macskám, egy brit rövidszőrű macska, Ingridnek hívek, és csináltunk neki saját Facebook oldalt. Már 8000-en követik. Nagyon cuki. Írnak neki levelet, és van a macskának egyetlen egy darab spanyol szexuális zaklatója. De ez komoly. Fogalmam sincs, hogy találta meg, de állandóan szexi képeket kér róla. A macskáról. Hiába írom neki, hogy macska. És hát nem bírtam egyszer tovább, és csináltam egy szexinek című képet a macskáról, elküldtem neki, és megköszönt, és azóta nem így. Oh. Na, lehet, hogy a gazdi voltál a beteg egyébként, szóval lehet, hogy nem, egy másik macska volt. Lehet, hogy a svédlányokra bukott, és félreértette. Hát igen, szóval van egy kutya meg egy macska, de nagyon, nagyon sokat segít az együttélésükből, hogy 100 kilométer választja el őket
a két helyszínen tőle, ahol lakom. Jó, azért a végén valakinek szóljunk már be, Dombi, mert én azt a Dombit jobban szeretem, mint aki macskákat gyűjt. Tök jó, hogy egy rosszul egy ilyen oldalt meg valami, de kicsit a régi Dombőse. Valakire pirítsunk rá, vagy valakinek mondjunk oda, vagy valami legyen, mert ez az új Dombi nagyon jó, de ez kicsit olyan, mint amikor a macskafogó végén kihányta az a nagy macska, aki a macskákat, és akkor pillangókat adtak, tudod, meg virágokat egymásnak. Tehát én a régi Dombit is akarom. Ez annyira jó, hogy az ember kiteszi az érzéseit komolyan az ország elé, és akkor mondjuk akkor azt, remélem megelégedtek vele, tehát van ez az oldal, mondhatjuk a nevét magának az oldalnak. Nyugodtan, persze, mert bármit okay. lehet mondani. Ez a www.együttértük.hu, tehát együttértük így egybe ékezetek nélkül, ezt nevet lesz majd Facebook verziója, és ha valaki csak azon létezik, tehát az akkor a lényeg, hogy a régi Dombitból is valami megcsillanjon, hogy ezen az oldalon mindenképpen meg kell találnod a neked való kis háziállatot, tehát hogyha véletlenül nem találsz egy kutyát vagy egy macskát, akkor szerintem Vimány mindent haza tudod vinni el az oldalról. Akkor menjen fel az oldalra, jó? Nyugtass meg minket, hogy nem lesznek felugró Norbi hirdetések. Valamiből föl kell tartani. Nem lesz az, hogy Réka megint hazavisz valakit, aki nem is akar hazamenni. Figyelj, csak ha megvan már ez a Facebook oldal. Ne vigyen el, Réka, ne vigyen el, én itt lakom. Ja, bocsánat. Nem tudom, hát csak Hajdú Balázs kollégámnak a mondatát tudom idézni, aki így kommentálta az egész esetet, hogy nyelvtanilag is lehetetlen egy hajléktalant hazavinni. Igen, de egyébként tényleg hazavitte, csak talán kicsit egy fokkal jobban exponálta magát a történetben, de valóban hazavitte, azért ez egy helyes dolog volt. Hogy Norvinál még a hirdetések is felugranak. Igen. Hihetetlen, csak a mozgás. Igen, de azért te is kapod, hogy most macskákat meg kutyákat mentesz meg. Mi van, Dombi, homár lettél? De kedves a hallgató. Én azért ezt szeretem, ezen tudok röhögni. Mi van, Dombi, homár? De az állatok szeretete az nem homár. Tehát az a fiatal ember, aki ilyet ír, vagy lány, vagy ő maga se tudja. Igen. Nem, csak belegondoltam, hogy a telefonján lévő szaros Pokémont jobban szereti, mint a saját macskáját az ember. És hogy azért elgondolkodtató. Figyelj! De igaz, olyan a tület, mint a macskákat én is rühellem. De hogy ez tehát embere válogatja. Hát nincs bajom azzal, ha valaki macskákat segít, meg gyűjt, én mondjuk rühellem a macskákat, de hogy ez nyilván nem szeretetünk, nem vagyunk egyformák. De itt nem az állat szeretetéről van szó, persze. Nagyon nehéz egyébként az ember, illetve nem a macska szeretetéről, persze. Tök nehéz az embernek a szívét kétfelé választani, érted? Tehát, hogy vagy az iPhone-ja, vagy a másik macskája. Tehát, hogy ezért értem. De igen. Biztos örökbe lehet fogadni egy iPhone-t is, de figyelj, nem, bár csak lehetne, már ott lennék. Már lehet nézni. Tehát azt kell, hogy mondjam, mindenféle komolyságot mellőzze, vagy komolytalanságot mellőzze, hogy tulajdonképpen teli vannak a telepek gazdára váló kis állatokkal, és én nem szívesen veszem a lelkemre, amikor meghallom azt, hogy helyi hiány miatt altatnak el embereket. Gondolj bele, hogy téged otthon a szülők azt mondanák, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem takarodtál el 25 éves korodig, és kell a hely, amit tudom én, a haveroknak is elaltatnának téged. Azért ezek érző kis állatkák. Valaki a kutyát szereti, valaki a macskát, de egy biztos, hogy mindannyian szívesen élnének családba. És tulajdonképpen ez az oldal csak erre jött létre, nem akarod semmi más. Persze, de hát ez jó, ez tök jó. Aranyoska. Egy nagyon szép felajánlása van Balázsnak, de nem akarja ő maga kimondani, mert mégis akkor az elmúlt egy órát romba dőlne, amit képviselt ebben a dologban. Na, a saját, hozzá a macskát? Nem, a saját Facebookjára kiteszi ezt az oldalt. Jó? 220 ezer lájkoló, és kiteszi, hogy gyerekek, támogassátok az együttértük.hu-t. Bármit kiteszek, tegnap kiraktam erről egy videót, megint 3000-et nőtt, tehát így az, hogy meg lesz a 252 hét alatt, most már nincs menekvésem. Szóval most már egy jobban látom. Nem, 250-nél akkor meg kell tartanom az oldalt. Ha 250-et nem érjél, akkor törölhetem magam. És azért próbálom a posztok mennyiségét visszavenni igazából, de most tegnap egyet posztoltam 5 nap után, és most megint 3000-et nőtt, tehát így egy picit nehezem. Jó, de ezt szívesen megosztom, Van egy elektronikus lehetőség, hogy össze lehet vonni oldalakat, tehát esetleg az enyém, mert bármikor összevonhatod, ha megvonod. nem tudom, hogy azt láttátok, hogy követtétek, ha már feldobtad Norbit, hogy egy ügyes húzással ő összevonta a szlovákiai oldalát a magyarral, amivel gyakorlatilag egy digitális trianont valósított meg. Tehát ha már és akkor most így 1 millióból 1,5 millió lett, igen. Így van. A szlovákiai oldala, én azt hittem, hogy csak szlovákiai rendszáma van. Nem, az német. Igen, ezt mondtuk neki, hogy igen, nekünk nem csak a szívünk magyar, hanem az autónk rendszáma is. De kedvesen szokott mosolyogni ilyenkor. De az a lényeg, hogy ha megutatod szóval oldalt, és nem akarsz posztolni, én segítek. Nem tudom, mindig ott van Réka, aki elmagyarázza neki. De ha összevonjuk az oldalakat, akkor mi lesz? A tiéd megnő, vagy az enyém lecsökken?
Attól függ, hogy kinek a neve marad. Igen, kiegyenlítődik. Vagy kiegyenlítődik, és akkor találkozunk félúton. Az nem mindegy, mit írsz tetejére. De meg lehet oldani. Tehát én szívesen posztolok helyetted. Vagy más nem, azon megy, élőben megy tovább a rádió. Igazából meg tudjátok csinálni. Hát egyébként azt meg lehet, abszolút, igen. Jól van, Domikám, megosztom én ezt, jó? Küldd át majd a linket. De aranyos vagy. Köszönöm szépen. Együttértük.hu, és akkor várok mindenkit, akit érdekel ez a dolog. Elsősorban, hogy titeket rengetegen hallgatnak, és hogy akinek van valami érdekeltsége egy az állatotthonoknál, örökbefogadós nap, ezeket gyűjtsük össze és töltsük fel. Ez most a cél. Jól van, Domikám, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Köszönöm szépen a segítséget, sziasztok, hello. Szia. Mi van édermesterrel? Mondj egy mondatot még tényleg. Játszol? Ja, édermester. Persze, szeretnélek meghívni benneteket családos túl, bizony. A Jani nagyon akar menni. A Viki jelentkezik, hogy szívesen elviszi a Benit. Igen, én leszek öngyilkos, beülök egy Pumukira, de ezt nem miattad, mondom, Domikám, téged imádlak. Én a Pumukitól már gyerekkoromban is rosszul voltam. Tehát két dolog, a varjú dombi mesék és a Pumukli, ami mindig bemásztam az ágyon, annyira féltem. Az is varjú dombi, tehát valahogy én is benne voltam. Tényleg, varjú dombi, szintén benne voltam. Annak, aki érdeklődik a darab iránt, annyit szeretnék elmondani róla, hogy úgy csináltuk, mert egy kicsit emózat jellegű, tehát nem csak a gyerekek tudják élvezni, hanem a felnőttek is. Vannak benne azért nagyon komoly édermester kámeók is, kikacsintásoktól. Szerintem egy jó kis darab lett, és nem akarom ellőni a poén, de annyira sikeres lettem édermesterként, hogy már kaptam egy felkérést egy újabb színdarabra, ahol a tévémacit fogja valaki. Nagyon szép, testhez álló szeret. Ki, Domikám. Na jó, haj, karrierbe indul. Minden egyéb információt megtalálnak a Facebook oldalamon a kedves nézők. Egyébként az előadások hétvégente szoktak lenni délelőtt, megtalálják a Dumafinát, egyelőre még más nem érdekel iránta, de visszük vidékre is. Ki Pumukli? Pumukli, hát ő egy báb, de egyébként... De miért nem a Berecki tényleg? Mert neki fizetni kell. Nem, a Bereckinél úgy lenne szerintem, hogy a Berecki ülne az asztal szélén, és őt mozgatná valaki lenni. De egyébként Kalmár Gergő, hát ahogy a bábokat szokták, Kalmár Gergő nevű színész fiatalember játsza Pumuklit, és de ez egy nagyon érdekes dolog, ez a mesejáték, ilyenkor a Duna Színházat átalakítjuk egy igazi színházzal, díszlettel, varázslattal. A gyerekek nagyon élvezik egyébként, ahogy a Pumukli lehaigál jobbról balról mindent, meg az egész egy olyan kis varázslat. Nagyon ügyesen ki lett találva. Nekem semmiféle színészi ambíció és tehetségem sincsen, úgyhogy amikor erre felkértek, röhögtem egy óriásit, aztán másnap elfogadtam, mert végig azt láttam, hogy a Jáksó jön egy testbővel, tehát ez nem lehetett valóság. Na de látod, hát aztán működik a dolog. Na jó, várlak benneteket is, sok szeretettel. Azt tudod, hogy egyébként a kétszázverésnek volt a Jáksó után is egy sikeres időszaka. Persze, akkor volt igazán sikeres. Ah, hát köszönöm tudom. Jaller. Domikám, vigyázz magadra, mennünk kell, csókoltatunk. Hello, vigyázz magadra, ciao, hello. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Hello, Dávid, jó reggel, ciao. Hello, tia Balázs, jó reggel, teked is. Jó reggelt, itt van a Feri meg a Jani, ciao, hello, Dávid. Sziasztok. Honnan hittál minket? Honnan? Cseperről. Picit rossz a vonal? Mit vonalason beszélsz? Vagy hol hívtál? Vagy hogy hívtál minket? Nem vonalason beszélek, hanem akkor szerintem a rossz helyen állok. Ja, hogy rossz, nem jó, most már megvagy, oké, csak egy kicsit olyan fura volt a vonal. Dávid, mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol? Útépítéssel foglalkozom, Balázs. Útépítéssel dolgozol, most éppen azon, hogy szépüljenek az útjaink. Én most állítottam le pont a GCD-t. GCD, te. Mit? Gondolom egy gép. Egy gépet most állítottál be, segíts nekem. Nem értettem, mond még ezt a lépcsőt. Hogy mit állítottál be? Leállítottam a GCD-t, szóltam a gépesnek, hogy állítsam már le. Nézd el Balázsnak, nem tudja, mi az a GCD. Nem tudtam, bocsánat. Munkagép, más néven. Ja, munkagép ja. Rövidítés a GCD. És milyen munkagépet dolgozol? GCD. Angol. Ezt valaki megsúgta neked most, hogy megkiabálták, hogy angol? Hát a gépes kiabálta, igen, mert ő is itt van velünk. Ja, mert te nem tudtad. De hogy ne tudtam volna, ja. Tehát megerőzött. És mi a munkafolyamat, amit csinálsz? Hát szegélyt rakunk, szegélykő. Szegélykövet raktok, aha. Igen, így van. És ebben a gépben van rádió, hogy a többiek hallják, hogy mi miről beszélünk? Van, bizony van. Tehát akkor te menet közben tudsz rádiózni? Nem én vezetem.
Na mindegy, jó. Okay. Halljuk a rádiót. Halljátok a rádiót, jól van, halljátok a rádiót, ez a lényeg. Oké, okay, na figyelj, Dávid, mit szeretnél? Játszom is. Azt én tudom, persze, nem erre gondoltam, hanem hogy azon belül van még szólásmondású tárgyunk, madarunk, vagy állatunk, vagy mi a rossz sebez. Fekete-fehér, igen, nem. Nyertél. Micsoda? Mi van? Na most, na most lett nagyon trippes ez a beszélgetés. Mi van a fekete-fehér, igen, nem? Drága Dávid, mond. Azt szeretném játszani. Játszunk egy fekete-fehér, igen, nemet. Figyelj, az utolsó két hétben mi azért vagyunk, hogy ti jól érezzétek magatokat, de tényleg. Amit szeretnél, itt mit mondórát szoktunk játszani, de játszhatsz egy fekete-fehér, igen, nemet, ha akarsz. Kivel szeretnél játszani? Veled szeretnék. Ma már játszottam. Nem baj. Sőt, tegnap is játszottam. Meg tegnap előtt is játszottam. Ráadásul ilyenkor egyébként mit mondórát szoktunk játszani? Amit a kedves hallgató szeretne. Így van. Ma legyen egy ilyen nap. Akar játszani Balázzsal, akkor fekete féret fog játszani Balázzsal. 8:45. Fél kilencig betelefonálhatnak a hallgatók, és elmondhatják, hogy mit szeretnének, és azt csináljuk, amit ők szeretnének. Jó? Legyen egy ilyen, gyerek. 555-55-00, ami nyilván teljesíthető. Fél kilencig telefonáljátok be, egyenként mindenkit adásba teszünk. Mondjátok el, mit szeretnétek. Jó, értetek vagyunk. Így van, így van. Ha most a fekete féligen nemet szeretnél játszani, lejátsszuk. Kivel? Azt szeretném, ha veled szeretném. Na, jó, indítjuk az órát. Jó, indítjuk az órát. Parkol tilosba a GCV? Nehogy rossz helyen állj meg. Mehetünk? Igen, indulhat. Na oké, okay, megyünk, figyelj. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, itt vagy? Igen. Jó, van akkor. Ez az! Jó. Várja. Oké, még egy játék. Még egy játék, ez így nem jó. Nem azonnal lehet. Bemondtad. Na. De nagyon becsapós volt, Balázs. Nagyon becsapós volt. Megyünk még egyszer, Dávid. Na, mehetünk? Figyelj. Na, mehet? Koncentráljatok. Figyelj. 3, 2, 1, fire! Elment a vonal, haló. Itt vagy? Itt vagyok. Hallasz? Hallak, igen. Jó, harmadik. Nem lehet. De miért nem? Az a fél perc, jussunk el. Most tényleg rosszul hallasz, vagy csak becsaptál? Szerintem tényleg rosszul hallok. Nem hallottalak jól? Indítunk egy harmadikat. Várj. Figyelj, így van. Indulunk. Mehet? Ez így korrekt. Mehet. Ha. 3, 2, 1, fire. Na, haló. Én kérdezek. Szeretnél? Szeretnék, igen. Jó, Három a magyar igazság, egy a ráadás. Na, ezt megnyerted, de legközelebb kicsodálnak. Most elkezdtem rettegni. Így van, várjál, gyerekek. Most van a héten a 3-3. Így van, hát el kell döntenünk. Jó. Mehetünk? Csak nagyon kérlek, Balázs, ne legyél olyan aljas, mint az előző három játék. Oké, figyelj, na, Dávid. 3, 2, 1, fire. Elindult a játék, itt vagy? Vagyok. Na, mi újság? Várjál, rosszul hallak, hallasz? Itt vagy, haló? Semmi különös, hallak. Mit csinálsz? Dolgozom, és te? Szereted a munkádat? Szeretem. Menjünk most az állás? Milyen állás? A játék állása. Melyik játék, mire gondolsz? Amit most játszunk. Szerintem vezetünk. Vettek. Mi a neve neki? Melyiknek? Amit játszunk. Hát a játék. Játék, az jó. Most hallanak a kollégák egyébként, vagy ők dolgoznak? Most hallgatnak. És drukkolnak? Bizony. Van barátnőd? Van. Szereted? Imádom. Hogy hívják? Sandra. Mit csináltok hétvégén? Tessék, még egyszer. Popsiba megcsalás? Milyen megcsalálás? Tudod, megvan. Gyertél! Na. Megvan! Látod? Úristen, de jó vagy, megvan! Megcsináltad! Így, hogy nem volt humú, akkor, mutyi. Akkor most már kimondhatom az igen. Kimondhatod? Jó, akkor igen, ez az. Mi viszont az idő most járt le, úgyhogy buktad. Nem, megvan az ajándékcsomag. Jó, köszönöm szépen. Jó? Küldjük akkor. Köszönöm, szép napot nektek, Balázs. Neked is. Ciao. Sziasztok, hajrá. Sziasztok. Na. Úristen, de jó volt. Jézus Mária, úristen, de jó volt. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.